Jó reggelt kívánok, köszöntöm nézőinket, szervusztok! A hatalom a népé, így szólt az ellenzéki kampány himnusz refrénje, és ez a tegnapi este folyamán fényesen be is igazolódott. Az ellenzéki várakozások persze nem igazolódtak be, hiszen Orbán Viktor 1-1-re nyeri el kétharmados többséggel az ország irányításának a lehetőségét. Gyorsan azok számára, akik nem követték velünk az éjszakában nyúlóan az eredményeket, nézzük át pontosan, hogy hogyan alakult az országgyűlési választásoknak az eredménye. Van egy grafikonunk, amivel meg tudjuk mutatni azt, hogy 2018 és 2022-ben a listás szavazatok hogy néztek ki, hogyan alakultak a listán elnyerhető mandátumoknak a számai, ezt fogjuk most mindjárt látni a képernyőn, és ez alapján lehet majd látni azt, hogy 2022-ben a Fidesz összesen 135 mandátumot szerzett meg, tehát nem csak megtartani tudta, hanem kifejezetten növelni is a mandátumainak a számát. Az egyéni mandátumok tekintetében is minimális az elmozdulás a 2018-as állapotokhoz képest, és így megy ez. Igen, itt van, tehát 2018-ban a Fidesz 91 OLVK-t, tehát egyéni választókörzetet tudott megnyerni, 2022-ben 88-at, tehát listán tudott jelentősen erősödni. Az ellenzéknek mindössze 3-mal több egyéni mandátuma lett a 2018-as állapothoz képest, amikor ugyebár külön-külön indultak el a különböző pártok. A 2022-es összefogás érdemben ezen jelentős mértékben nem tudott módosítani. A népszavazási kérdések ugyanakkor eredménytelenek lettek, mind a négy kérdés legalábbis a fél egyes feldolgozottság alapján nem ért el az érvényességi küszöböt, így ezeket nem érvényesnek tekinti a Választási Bizottság. Jó, hát nézzük meg, hogy mit lehet kiolvasni igazából ezekből az eredményekből, illetve hogy minek köszönhető az, hogy így alakult a parlamenti patkó kinézete a következő négy évre. Itt ül most velünk Ruf Bálint kampánytanácsadó, illetve Lakner Zoltán politológus, a jelen főszerkesztője. Sziasztok, jó reggelt kívánok. Jó reggelt, szia. És köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat ezen a korai órán. A két tömb választási kampánynak a sikerességéről, a sikertelenségéről mi a legfontosabb szerintetek, amit most el kell mondani a nézőknek? Mit érdemes elsőként tudatosítani magunkban, Zoltán? Hát. Ilyenkor az ember legszívesebben azt mondaná, hogy az eredmények önmagukért beszélnek, de nem akarom ennyivel megúszni. Én azt hiszem, hogy az volt egy döntő fordulat, legalábbis én azt láttam annak, hogy a kampánynak a legeslegvégére, az egész kampány azt hiszem, hogy teljesen másként alakult, mint ahogy arra számítani lehetett sok okból, de mint hogy a kampány végére tulajdonképpen Orbán visszatalált volna abba a mederbe, ami az övé. Mikortól számítod ezt? Tehát mi volt az a pont, amikor igazából ez nagyon a végén van. Tehát amikor megtalálta az új Sorost az ukrán elnök személyében, amikor kiderült az, hogy lehet ilyet csinálni, hogy egy ostromlott városban az országát éppen összetartani akaró, és a népét egyébként hősies módon vezető elnökkel szemben elkezdünk egy ilyen egészen otromba hibáztatási játékot csinálni, hogy az emberek elhiszik, persze ha nem hallanak mást, mert részben propaganda, illetve mert részben az ellenzéknek nem volt, hát hogy mondjam, kifúrott üzenete a háborúról, nem hallanak igazán mást, akkor még azt is elhiszik, hogy oda akarnák dobni a, nem tudom, az ukrán háború poklába a magyar fiainkat, és ez tulajdonképpen az a képlet, amiben Orbán igazán jól tud játszani, tehát kitalált ellenségekkel szemben, és bűnbakokkal szemben hatalmas harcot vívni és győzelmet aratni, ezzel kapcsolatban félmet kelteni. Ez azt hiszem a végére annyira szétdobta az addig is eléggé hát, széttartó kereteit a kampánynak, hogy itt valóban magára talált. Részben egyetértek, de én azért azt látom, hogy Orbán Viktor és a Fidesz szinte tökéletes kampány futottak az elejétől kezdve. Az eleje az nem most kezdődött, hanem legalább körülbelül egy évvel ezelőtt. Egy olyan pont volt szerintem, amikor úgy látszott, hogy az ellenzéki szavazó meg tudja verni a Fidesz szavazót. Ez valamikor a előválasztás második fordulójának az estéje volt, és utána ez teljesen szerte foszlott. Tehát hogy az, hogy ott mi történt, hogy miért nem lehetett azt fenntartani, azt a momentumot, amit Márki-Zay Péter meg tudott tenni, illetve nem Márki-Zay Péter, hanem a Márki-Zay Péterre szavazók, azok a tömegek az ellenzéki oldalon belül, akik egy részük sose szavazott, például a 30 évek alatt, akik álltak sorba, akik fájóan hiányoztak, és hogyan lett az, hogy volt egy remény, amit a Márki-Zay Péter
szimbolizált, vagy inkább ő vitte inkább talán ezt a zászlót, amit aztán egy hét múlva már körülbelül le is rakott. És ezt nem írja felül az, a háború kérdése szerintem Orbán Viktor csak megdobta, tehát hogy a háború azt hiszem, hogy inkább a plusz, mondjuk, mondtam, plusz 10 mandátum, és az, hogy az ellenzék képtelen volt egy olyan helyzetben, amiben, hogyha belegondoltok, három válság van Magyarországon, két évig éltünk a Covid alatt, egy kétszámjegyű inflációval, valóságos gazdasági problémákkal, és egy szomszédban háborúval, és akkor arról kell beszélgetnünk, hogy hogyan lesz 130 mandátum fölött a Fidesz. A háborúra mindjárt érünk majd rá, de előtte szeretném megkérdezni azt, hogy már most számos narratíva a verseny az a nyilvánosságban, hogy igazából hol rontott el az ellenzék. Mondjuk a három legnépszerűbb talán úgy írható le, hogy az első, hogy Márki-Zay Péter győzelme után az ellenzéki egység nem volt eléggé erős, a pártok viaskodtak és nem voltak kellőképpen szupportívak Márki-Zay Péterrel szemben. A másik az, hogy Márki-Zay Péter nem volt képes arra igazából, hogy egységet teremtsen a hat párt között, plusz ugye ott a hetedik frakcióval való mindenféle perlekedések, és akkor a többiben már bele sem megyek. Az utolsó pedig alapvetően úgy szól, hogy az a tömeg, aki megjelent Márki-Zay Péter mögött, az egy rendkívül illőkönyv választói tömeg, és amikor az első kanyarok megjelentek szükségszerűen a politikai kampányban, akkor nagyon hamar kihátráltak mögüle, és nem tudták megtartani Márki-Zay Péternek azt a népszerűséget, ami esetlegesen látszott neki akkor az előválasztásnál. Ti melyik narratívát érzitek a legerőteljesebb magyarázó erővel rendelkezőnek, vagy van esetleg ezen túlmutató magyarázatotok? Pálint. Szerintem az mindegyik igaz lehet, amikről beszélsz, és van egy negyedik, hogy a választók, a magyar választó tömegeknek a nem ismerete. Ne. Tehát az történik, nézzük ebben szembe. Akik ezt a kampányt csinálták, politikusok, nagy része azoknak, akik a háttérben voltak, a negyedik kétharmadot hozzák össze, a negyediket. Akkor valamit nem csinálnak jól. Tehát ugye 2010 óta most már különböző formációkban, különböző választási technikákkal, különböző összefogásokban a negyedik kétharmad van. Akik ezen a listán szerepelnek, a nagy részük az előző listán is szerepelt, a megelőző listán is szerepelt, meg a megelőző listán is szerepelt, és negyedik kétharmadot hoznak össze. És ebből nem lehet levonni azt a konzekvenciát, hogy amit csinálnak, arra nincsen szükség, és nincsen többsége, akkor valami nagyon nagy probléma van, és most hát még egy mondat, tehát hogy először meg kéne ismerni, hogy kinek akarsz beszélni, és úgy nem lehet hozzájuk beszélni, hogy nulla innováció van a teljesítményedben, ugyanazokat a kampánytechnikákat használod, amiket 2006-ban, akkor talán győzelemre vítve, de ugye lassanként ugye ez 16 évvel ezelőtt volt, semmifajta olyan üzenet, olyan innováció nem volt ebben a kampányban, amire azt lehetett volna mondani, hogy igen, na ebben van valami, amire a magyar választók, ugye, akik nem a embernek a saját Facebook buboréka, hanem 7,5 millió ember rezonált volna. Én a háború ügyét is ebben az összefüggésben hoztam föl, mert nyilván ez nem a semmiből jött, hogy Orbán elkezdett ilyen módon beszélni a háborúról, ez szerintem ugyancsak arról szól, hogy ő ismerte azt a terepet, amire rálépett, és azokat a választókat, akikhez beszélt. Másrészt talán a Választási Földrajz nevű csoportnak volt, hát szerintem talán kétszer is leírták két ilyen nagyon figyelmeztető erejű elemzés arról, hogy ez egy tévedés. Ez engem is szíven ütött, emlékszem, amikor erről olvastam először, hogy ez egy tévedés, hogy a Fidesznek a növekedése az megáll, hogy nincsen, pontosabban, hogy van felső korlát, ők azt írták, hogy nincsen felső korlát, hogy miközben az elmúlt 4 évben szerintem legalábbis a beszélgetések szintjén volt egy ráismerés az ellenzéki oldalon, hogy hát igen, ott van valami a kis települési választókkal, ameddig mi ezt jól megbeszéltük egymással, ők tovább folytatták ezt a munkát, és akkor ehhez még hozzájönnek ezek a dolgok persze, hogy egyébként az ellenzéki együttműködésből sikerült-e kihozni a maximumot, nem sikerült kihozni a maximumot, hogy voltak onnan, ugye hát itt van egy komoly, hát egy 1 millió szavazatveszteség van, hogyha a 2018-as összeadást elvégezzük. Azt hiszem, hogy ez fáj talán mindenkinek most a legjobban, hogy azt azért senki nem gondolta volna, hogy megvan az együttműködés, és ilyen szinten múlhatják alul azt a teljesítményt. Ezt én alig hiszem, hogy egyetlen emberre rá lehetne fogni, miközben ha valaki Márki-Zay Péternek a tegnap esti beszédét csak meghallgatja, az egy illusztrációja volt annak, hogy mi volt a baj ezzel a kampányal. A tartalma, vagy a látvány az, hogy nem álltak mögötte ott az ellenzéki vezetők? Hát,
egyetlen, tehát tartalmában egyetlen politikai kérdést sem sikerült érinteni abban a beszédben. És a bocsánat, mint kifejezés nem. Az sem hangzott el, de hát persze nyilván sokakban az is visszatetszést keltett, hogy én értem a gyors leválásnak a szándékát, de hát azért ezt mégiscsak együtt motorozták végig ezt a néhány hónapot, és ennyiből valóban az, hogy a háború a végén egy ilyen döntő ügyé válhatott, és hogy lehettek olyan választók, akik ennek az ügynek a hatására zuhantak, vagy zúgtak át a másik oldalra, az nyilván abból is adódott, hogy az elmúlt, mondjuk csak fél évet, az nem volt elegendő ahhoz, hogy egy stabil, megkötött ellenzék iránti bizalommal és támogatási szándékkal rendelkezzenek. És igen, egyébként az is igaz, amit mondtál a végén, ez nagyon fontos, hogy az előválasztáson megjelenő, tényleg ilyen revelációt keltő tömegek, azok nem maradtak ott az ellenzéknél, csak ugye az a helyzet, hogy ez lett volna a feladat, hogy őket ott tartsák. Valószínűleg őket nem azzal lehetett volna megfogni, hogy az ember szed egy hetedik frakciót magának. Hát valószínűleg az Anker közben ünneplő 18 éves fiatalok nem arra vágytak, hogy legyen egy tradicionális konzervatív frakció a parlamentben. De szerintem ezt elmondtuk egy párszor, csak nem nagyon sikerült. Kiverítette ez a szavazás, ez a választás azt, hogy a centrista politika, mint olyan, az egy humbug? Hát ezt nagyon régen mondjuk, tehát hogy én ahányszor tudtam, elmondtam, hogy az elképzelt szent tehén, hogy vannak a Fideszből kiábrándult szavazók, akik tömegével fognak az ellenzékhez átülni azért, mert azt mondjuk nekik, hogy én is vallásos vagyok, ez nem létezik. Ez egy nem létező fogalom. És amiről itt próbálnak emberek kergetni az elmúlt 12 év, hogy kell majd valami középről kell beszélni, és a középről majd akkor meg lehet verni az Orbán Viktort, hogy mi történt most? Orbán Viktor kedvenc dolga jött létre, a centrális erőtér 2.0, tehát ő van középen, egy hatalmas egy frakcióval, jobbra tőle a Mi Hazánk párt, balra tőle a összefogott ellenzék képviselői, és ugye, még egyszer mondom, tehát hogyha nincsen olyan üzenete az ellenzéknek, amit mondott az Zoli is, falvakban, kis településeken az emberek rezonálnak rá, és nem az üzenet, hogy szeretnénk visszaállítani a jogállamot, és a Fidesz mennyire korrupt, mert láthatóan ez a két üzenet bármennyire is fáj, és mindkettő ugye egy fontos dolog, de hát, hogyha korrupcióval meg lehetne verni Orbán, akkor 14-ben megverte volna az ellenzék, mert Simicska Lajos akkor már ugye aktív részt vett a kormányzásban, és bárhányszor látjuk azt, hogy ezek az üzenetek nem működnek, és ugye nem tudta az ellenzék elmondani azt, hogy miben lenne az egyénnek személy szerint jobb az, hogyha ő rájuk szavaznának. És hát ugye ebből következik sajnos egy nagyon súlyos probléma, hogy szembe kell néznünk most már végre azzal, hogy mit kell csinálni, hogyan kell élni, dolgozni egy autokráciában, hogyan lehet politizálni, és hogyan tudjuk azt megakadályozni. Ez olyan kérdés, ami engem nagyon foglalkoztat, hogy miközben persze most is itt vagyunk, és holnap is valószínűleg föl fogunk kelni az ágyunkból, de hogy közben meg mégsem lehet az álnormalitásba visszaállni. Szerintem részben erről szól az is, hogy a parlamentbe most beüljön az ellenzék, ne üljön be az ellenzék. Ez egy nagyon régi kérdés, és nem is biztos, hogy ezen keresztül kell lesz lejátszani, inkább csak illusztrációként mondom, hogy tehát persze az ember mindehhez hozzászokik, hát hiszen ez a legnagyobb veszély ennek az egésznek, de hogy fönn lehet-e azt tartani, hogy ez nem egy normális állapot, valamiféle rendszeren kívüli politizálásra van szükség, aminek a feltételei most még meg is nehezültek. Ráadásul egy pozitív dolog volt ebben a nyavajás kampányban, az nevezetesen, hogy egyébként igaz, hogy úgy tűnik, hogy csak a mi buborékunkon belül, de a mi buborékunkon belül soha nem látott tudatosság és szervezettség valósult meg. Itt nagyon komoly civil, társadalmi, önkéntes erőfeszítések történtek, és szerintem az is egy nagy veszély, hogy ebben a helyzetben ezek szét fognak porladni, mert azok, akik ezt megtették, azok most egy utolsó nagy feladatra felszívták magukat, és legalábbis ma szerintem sokan azt érzik, hogy nem érte meg, és nem fogják ezt még egyszer csinálni, és legalább ennyi erőforrás létrejött, és ennek a megőrzése is nagy nehézségekbe fog ütközni. Gyors kérdés a háborúval kapcsolatban. Hogyan magyarázzátok azt, hogy Orbán Viktor miközben, ha nem is a gazdasági kapcsolatokat tekintve, mert ott van osztrák példa, olasz példa, és így tovább, hogy sokkal erősebb érdekeltségek voltak Vladimir Putyin irányába, de a vizibilitás szintjén azért az egyik legerősebb európai szövetségese volt, szóval mégis képes volt átalakítani a percepcióját az agresszorral való kapcsolatban, és itt konkrétan ugye a béke hírnökeként eladni magát a magyar választók számára. Ez Orbán Viktor politikai tehetségét dicséri, vagy pedig Márki-Zay Péternek voltak olyan stratégiai vagy taktikai hibái, amik alapján átengedte ebben a kezdeményező készséget vagy képességet Orbán számára? Szóval ez Orbán Viktorról. Szóval ő egy tankönyvi populista.
180 fokot képes változni 24 órán belül. Ha rájön arra, hogy ez szolgálja az érdekét. Ugye volt ott egy körülbelül 24 órányi ilyen akadozás, hogy akkor pontosan akkor merre kell menni, leírta egy papírra, hogy igen, akkor beengedek minden menekültet, megszavazok minden szanszót egy ideig, és jóságos őszű nagyapaként elmegyek a határa, és megsimogatom az ukrán kisgyerekeket, akiket beengedek. Ami ezt persze Bálint azért hozzátartozik, hogy nyilván ugye ez egy olyan nyilvánosságban lehetséges, ahol a miniszterelnök nincs két éve annak, hogy kérdéseket tegyenek föl neki, és okay. Ez is a válaszol. Okay, de ebben, ahogy mondtad Zoli, ebben élünk, tehát ez a része. És ugye mi történik a másik oldalon, szóval, hogy azt nem értette meg az ellenzéki kampány, vagy az ellenzéki politikusok, hogy a magyar embereknek a nagyon-nagyon nagy része, szerintem 90%-ban retteg attól, mi fog történni ebben a háborúban, retteg attól, hogy meg fognak minket támadni, hogy mi lesz holnap, hogy nem lesz gáz. Fontos kérdés, hogy rosszabbul fogok élni ettől a háborútól, és ahelyett, hogy egyenkor egy levegőt vett volna az ellenzék, hogy igen, miben vagyok, mit kell kommunikálnom, egy dolgot kommunikálnom, hogy én nyugodt vagyok, lehet rám nézni, kompetens vagyok, és békét szeretnék. És ahelyett, hogy ez történt volna, össze-vissza megint keresték azt a mondatot, de közben ugye itt volt nálad, Marci, azok az ominózus megjegyzések, ugye, amiben persze nyilván belekapaszkodott a Fidesz. Megjegyezem, hogy azt utána 3 nappal később ugyanígy elmondta az RTV-ben is a miniszterelnök jelölt, és az utolsó héten beszélt arról, hogy ez a mi háborunk, amit Zelenszkijék hívnak. És bocsánat, ugye szerintem az van, hogy a nagy része a magyar társadalomnak azt gondolja, amit Orbán Viktor mond, hogy ez nem az ő háborúja. Ez van, tehát most ezzel lehet keseregni, hogy milyen a nép, de a nép ilyen. Nem az ő háborúja, és valóban fél attól, hogy a háború az ő egzisztenciális biztonságát megrengeti. Na most ehhez kellett volna mondani, és azt mondani, amit mondasz, hogy ez nem a mi háborunkat vívja, hát ez mondjuk finoman szólva is mondjuk olaj volt a tűzre. Ugye ezzel az a baj, hogy a NATO párti álláspontot is el lehetett volna mondani elmondatok nélkül, ezek ugye való, tehát ugye, tehát ez nem a magyar ugar, ezek külpolitikai, nagyon súlyos kérdések, amelyekben meg kell nyilvánulni. Hozzáteszem, Orbánnak sok baja lesz a Zelenszkij támogató mondatokkal a külpolitikában. Az, hogy sikerült kiszerveznie maga mellől a lengyel szövetséget, ez egy külön művészet. A Bajor CSU faképnél hagyásához tudnám hasonlítani, hogy a Weber úgy miatt velük sikerült összeveszni. Szóval én azért nem dicsérném ebből a szempontból Bálint Csehesztet, csak nehogy bárki azt higgye Orbán államférfi nagyságát, de ő választott egy frontot, és azon a fronton azokat a mondatokat mondta el, amelyekkel nyerni tudott. De ez azért van, mert az ő szavazó bázisa is ebben a kérdésben megosztott. Igen. És azt lát, hogy neki ezt a kettős beszédet kell mondania, mert nagyon nagy része az ő szavazóinak azt gondolja, hogy ez egy szlávok közötti háború. Hova tűnt 1 millió jobbikos szavazó? Kérdezem ezt azért is, mert ugye 2022-ben az Egyesült Ellenzék listája 1.800.000 szavazatot tudott összegyűjteni. A 2018-as állapot volt az, amit most mondtam, és a 2022-ben 1.800.000, 2018-ban összeadjuk az összes ellenzéki listát, akkor 2.400.000, tehát 680.000 szavazattal kapott kevesebbet elvégben az ellenzék, és mondom még egyszer, 1 milliós tábra volt a Jobbiknak 2018-ban, szóval ők hova lettek szerintetek? Hát van jobb ötletünk annál, hogy a mi hazánkhoz és a Fideszhez? Hát ide. Tehát ugye, hogy az történt, hogy ők nem mentek a Jobbikkal be ebbe a... ebben az összefogásban nem érezték a saját magukénak. Biztos nem veszett nekik annyira, hogy Jakab Péter Gyurcsány Ferenccel össze még sorosabb szövetséget köt, és hogy egyszerűen ezek visszamentek, hogy is mondjam, a saját ideológiai táborukba, és nagy valószínűséggel Mi Hazánkra és a Fideszre szavaztak. Bocsánat, még egy mondatot hagyd mondjak, hogy ami még ebben a dologban még szomorúbb talán, mint ez, az, hogyha megnézzük a 19 októberi választást, ahol az ellenzék tudott komolyakat nyerni, megyei-jogú városokat, Budapestet, hát azok a megyei-jogú városokban, ugye Pécset leszámítva, ugye Szeged az adottság volt, mindenhol veszített az ellenzék. Hogy lehet az, hogy egy megnyert, most már általuk kormányzott településen, megyei-jogú városban is veszítenek. Hát és ugye sok helyen ez a vereség, ez nem, most nem magyarázható azzal, hogy átfordították a környező kis településeket. Nem, tehát, hogy hanem a városon belül is. Így van, a városon belül is vesztettek, és egyébként ez fontos, hogy mondta Bálint, mert ugye ez 2,5 évvel ezelőtt történt, és akkor ezt jogosan egy ilyen áttörésszerűségként értékelhettük, és ugye ez megint csak annak a bizonyítéka, hogy
Tehát a politikai munka az egy folyamat. Szóval, hogy az nem úgy van, hogy egyszer áttörtem, és akkor ott maradtam. És úgy tűnik, ugye a 2018. februári hódmezővásárhelyi időközi választás kapcsán írta Magyar Péter azt, hogy az ellenzéki győzelem, amelyből Orbán Viktor tanult, vagy csak a Fidesz tanult, úgy tűnik, hogy a tegnapi nap ismeretében mondani, hogy minthogyha a 2019. októberéből is elsősorban a Fidesz tanult volna. Az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon sok szó esett az úgynevezett billegő körzetekről, és pont László Róbert mondta el itt ebben a stúdióban, hogy hát ez egy rendkívül hibás és nagyon rossz alapfelvetésekre építő koncepció. Ki lehet jelenteni, hogy hiba volt fölül beszélni az esetleges billegő körzetek jelentőségét, hogy egyáltalán érdemes beszélni ilyen típusú megkülönböztetésről körzet és körzet között? Szerintem nem volt hiba, ebben vitatkoznék. Tehát, hogyha az ellenzék normálisan kampányolt volna, és normálisan látták, hogy hova kell az energiákat csapatosítani, akkor egy évvel ezelőtt is látszott az, hogy hol lehet ebben a választási rendszerben előre törni. Csak hogy nagyon mondjuk egy példát nektek, ugye én viszonylag jól ismerem a szegedi két választókörzetet, az ellenzék egészen egy hónapig azt gondolta, hogy a kettes körzet, ami ugye utoljára 2006-ban volt ellenzéki győzelmi körzet, az egy meglévő, stabilan ellenzéki körzet. Hát könyörögtem és mondtam mindenhol, hogy ez nem így van. Ott kell lenni, hát látni kell, hogy a Fidesz mit csinál ehhez. És ugye a többi részben is, az erőforrás menedzsment, ami ebben a kampányban azért fontos volt, hát ezeket kellett volna koncentrálni, ezekre a körzetekre, ahol lehet valami fajta áttörést elérni. Legfőképpen azokból, ugye az a sokkoló, ugye az, hogy például itt van például mondjuk Miskolc kérdése. Szóval Miskolcot úgy beszélgettünk, hogy hát a hatodnak biztos, hogy meg kell lennie mind a két körzetnek, hát hiszen ugye eleve már 18-ban is megvolt ez egyik, és utána pedig ugye Miskolcon polgármester választás is volt, de most mind a kettő elveszett. Hát ugye ott minimális különbségek voltak 14-ben és 18-ban, ez most simán elvesztette az ellenzék. Nem láttam végig, tegnap pontosan, hogy ma reggel néztem meg a tegnap esti műsorotoknak részleteit, nem tudom pontosan, hogy a László Robi mivel érvelte ezt végig. Ugye a billegő koncepciója az, amit most a Bálint felvetett, erőforrás menedzsment kérdésként merült elsősorban föl, tehát hogy most nem mindegy, hogy Csornára viszem az erőforrásaimat, vagy a Győr egyesbe viszem, mondjuk Győr-Moson Sopron megyében, tehát mondjuk azért ez egy belátható osztályozása a választókerületeknek, szerintem ezzel nincsen, önmagában nem lett volna probléma, itt az a probléma, hogy hát az alapcsomagba tartozó körzetek sem voltak meg, ugye két budapesti veszteség, Pest megyében semmi, tehát a billegőkig el sem jutott ez a választás. Szóval bocsánat az erőforrás menedzsmentről mondva, szóval hogy inkább kellett volna mondjuk Szél Bernadett körzetében 100-al vagy 1000-rel több plakátot rakni, mint elégetni körülbelül 1,5 milliárd forintot a Facebookon az ellenzéknek. Szóval, összefogjátok majd számolni ezért, hogy azt hiszem, hogy ez a 1,5 milliárd, ez egy reálisan tekintető számítás? Hát nézd, ugye azt láttuk, hogy voltak olyan számok, amiket nyilvánosságra hoztak, hogy az előválasztásban Karácsony Gergely, Dobrev Klára hány több 100 millió forintnál járt a végén az égetésben, és onnantól kezdve ugye voltak olyan hetek, ahol 30-40 millió forint ment el Márki-Zay Péternek a Facebook oldalára, és még egyszer mondom, tehát nem ez is egy teljes félreértése a kampányolásnak, hogy a Fideszt ezekben nem lehet legyőzni. Hát hogy lehet olyan költést csinálni, ha valakinek van végtelen költése, neked meg van végesed. Aha. Értesz, hogy ebben vitatkozol esetleg a Bálinttal? Hát én inkább egy másik, nem vitatkozom el egyébként, nem, meg ehhez a részhez sokkal jobban is ért nálam. Engem még azt foglalkoztatom úgy, hogy én, amit én ismertem kampány háttérinformációkból, én komolyan azt gondoltam, hogy van egy nagy utolsó heti, illetve aznapi mozgósítás. Most ugye két lehetőség van, vagy nem volt. Vagy ez volt. Vagy ez volt, és ezzel együtt jött ki ez az eredmény. És akkor egy zárókérdés, van még időnk, beszéljünk egy kicsit a Csongrád-Csanád 4-es körzetről, ugye Márki-Zay Péter és Lázár János körzetéről. Azt eleve lehetett sejteni, hogy valószínűleg a makói rész nagyon erőteljesen fogja befolyásolni majd az eredményt. Ugyanakkor pont tegnap az interjújában, amit készítette Márki-Zay Péterről, azt mondta, hogy konkrétan a vásárhelyi, városias részben is megverte őt Lázár János. Most ez nem tudom, mennyire igaz, ezt ő saját bevallása alapján mondta el, nekem nem tudtam még megnézni a szavazóköri lebontást. Szóval hogy igazából szerintetek itt mivel lehet magyarázni azt, hogy ezt nem tudta hozni Márki-Zay Péter, mit gondoltok erről az eredményről? Hát ez kicsiben az, amiről eddig beszéltünk. Így van. Egyrészt
hübrisz, éppen bocsánat, másrészt pedig ugye a hübrisz alatt mit értesz pontosan? Hát abban, hogy, ezek, hogy, hogy, ezt ilyen, hogy ez megvan, hogy én ehhez értek, ezt tudom, ezt már megcsináltam már kétszer. És ugye kicsit arról van szó ebben, hogy ha lehet, hogy valaki valamit meg tud csinálni egy kis terepen, és ez nagy dolog volt ugye 18 februárjában nyerni, és nagy dolog volt 19 októberében megvédeni. Na de egy teljesen más dolog egy megyei jogú város polgármesteri kampányát csinálni, mint egy országos nagy kampányt, és teljesen más dolog, mint egy egyéni választott, amiben több szereplő van. És mit csinált Lázár János, amit mondtál? El kell ismerni, ő a politikai munkát, a terepmunkát elvégezte. Ő tudta azt, hogy az ő politikai élete múlik ezen a választáson, magának is ígértett volna, ő se tett volna ebben politikai hulla ebben a választási küzdelemben, és ő semmi más nem csinált, mint a nap 24 órájában, oda beszélt, azokhoz beszélt, persze a fideszes módon, igen, én, hogyha nem szavazol rám, akkor nem jön a fejlesztési pénz, illetve én hoztam neked mindent, amit ebben itt történik, de ez a politikai munka, amit ő megcsinált. És ugye ez a 24 óra, ez 4 éven keresztül a napi ez 24 óra. Napi 24 óra, és ő ezt tudta, hogy itt neked... Ez volt a döntő mozzanat? Igen, abszolút. Szerintem ez volt a döntő mozzanat. Azzal együtt egyébként, hogy például az én, a saját magam számára ez a harmadik olyan választás, hogy megcsinálom magamnak a kis táblázataimat, hogy mire kell figyelni, és aztán eldobom az estének az elején. Szóval, hogy szerintem enélkül a körzet, én ezt nem számoltam a nyerendő körzetek közé. Tehát, hogy nem, ilyen értelemben nem ezen múlt. Abban az értelemben múlt persze, hogy a miniszterelnök jelöltnek az energiáit milyen mértékben kötötte le, tehát valószínűleg elég nagy mértékben elvett energiát az országos kampánytól, de közben lehetetlen volt annyi energiát beletennie, mint a főállású képviselő és képviselőjelölt Lázár János beletett, és hát valóban az történt, tehát azért ezt tudjuk, hát Lázár János a nem tudom, a Lada Nivás akcióktól kezdve, tehát folyamatosan rajta tartotta a figyelmét is, és a közfigyelmet is ezen a körzeten, és a saját erőfeszítésében. Bocsánat, csak egy gondolat, és elment azokból a településekbe, és ahol csak 100 ember él, meg csak 25. Ugye, és ez nem, és mondjam, ez nem atomfizika, hogy ott vannak az embernek a szavazói, oda kell beszélni hozzá. Ilyen értelemben mondtam azt, hogy ez kicsiben az egész ország. Ez így van. Utolsó utána kérdés, kijelenthető, hogy az ellenzék a 2019-es helyhatósági választásokon megszerzett szavazóit sem volt képes megtartani? Nem tudom, hogy darabra hogyan van, de hát a veszteség azért látható, tehát nem tudom én, Tatabányától Egerig, mondjuk Szombat. Eger is egy olyan hely, ami egy ilyen állatorvosi lova ennek az egésznek. Valószínűleg ezt nem számoltam össze, de hát így kell lennie máshogy, ez nem nagyon jön ki. Nem tudom a számszerűen ez pontosan hogy van, inkább a politikai részét tudom. Igen. A politikai... Azt nem mondom, hogy győzelem, ami 12, vagy inkább, hogy kihozta az ellenzék mondjuk egyelőre. De érzetben győzelem. De érzetben győzelem, és annak a hangot, tehát most képzeljétek el, hogy mi volt 2006-ban. Akkor 2006-ban nyert a Fidesz az önkormányzati választásokon, és akkor egy nagy áttörés volt. Akkor mire volt képes? Rendszerbe szervezte ezeket a városokat, médiát tudott belőle csinálni, nézőpontit tudott belőle támogatni, és összefüggt, és kihasználta ezt a helyzetet, hogy ők az ország különböző pontjain helyhatóságokban vezet. Az ellenzék mit csinált ezzel szemben? Hát nem tudom, hány próbálkozásra van, se sikerült összehozni semmit, például ezeknek az önkormányzatoknak a vezetőnek az együttműködéséből, és hát most látjuk azt, hogy még azokon a helyeken, ahol mondjuk Mellár Tamás ugye 18-ban nyert, most is pár száz szavazattal tudta megőrizni a helyét egy egyébként ellenzéki vezetésű városban. Rusz Bálint, Lakner Zoltán, köszönöm szépen, hogy ilyen megterhelő éjszaka után még reggel jöttetek hozzánk, és mindazt elmondtátok a nézőink, hogy gyertek majd máskor is. Sziasztok. Köszönjük szépen. Hamarosan érkezik a stúdióba Orosz Anna, akivel a friss mandátumáról fogunk majd beszélgetni. Előtt azonban nézzük meg azt, hogy tegnap este Jakab Péter hogyan köszöntötte a Facebookos közönségét, értékelve a választásokat. Kedves barátaim, emberpróbáló idők állnak mögöttünk, és úgy tűnik, hogy emberpróbáló idők állnak előttünk is. Büszke vagyok arra, hogy 6 ellenzéki párt képes volt leülni egy asztalhoz, és betemetni azokat az árkokat, amelyek korábban bennünket is megosztottak. Képesek voltunk közös programot letenni az asztalra, és lebonyolítani Magyarország történetének első országos előválasztását, hogy nem mi, hanem maguk a választók dönthessék el, ki legyen az a közös miniszterelnök jelölt, aki kihívhatja Orbán Viktort. Márki-Zay Péter októberben 6 ellenzéki párt hadseregét kapta meg, és tetemes ellenzéki előnyt.
Ebből az előnyből fél év elteltével mára ellenzéki hátrány, hova tovább Fidesz kétharmad lett. Talán a kevesebb és megfontoltabb egyértelmű beszéd most több szavazatot hozott volna. Márki-Zay Péter októberben azt mondta, hogy ő leváltja az ellenzéket. Valójában nem leváltotta, hanem megbuktatta. Nekünk most innen kell felállni, de fel fogunk állni, mert soha nem adjuk fel. A hat ellenzéki párt egységét és összefogását meg kell őrizni és erősíteni kell. Az összefogásnak nincs alternatívája, ez az önkormányzati választáson bebizonyosodott. Fel kell készülnünk, hogyha a helyzet úgy hozza, és a megszorítások miatt a népharag elsöpri ezt a rezsimet, akár egy hónap, akár fél év, akár egy év múlva, mi ott álljunk és átvegyük az ország irányítását. Erre készülünk, de már Márki-Zay Péter nélkül. Készüljetek, hamarosan új feladatok várnak ránk, talán hamarabb, mint gondolnátok. És folytatjuk a stúdióban, nagy örömünkre elfogadta meghívásunkat Orosz Anna, a budapesti 2-es szám választókörzet frissen megválasztott képviselője. Szervusz, köszöntelek az adásban. Jó reggelt kívánok. Gratulálunk. Köszönöm szépen. Fontos kérdés az, hogy ugye azt lehetett tudni, hogy te a Momentum frakciójával készülsz beülni. Kijelenthető már, hogy lesz Momentumos frakció az országgyűlésben? Szerintem igen, de igazából itt rengeteg kérdés nyílik majd ki, amiket értelemszerűen tegnap óta azért még nem volt időnk leegyeztetni a Momentum elnökségével és közösségével, jövendőbeli parlamenti képviselőivel. Mindenkit lesújtott ez az eredmény, ami tegnap kijött. Ilyen vereségre, ilyen lesújtó bukásra senki nem számított. Ebből milyen következtetéseket kell levonatok saját magatoknak? Tehát nyilván, hogy mondjam, nem volt még sok időtök elemezni a helyzetet, felteszem, hogy egy elnökségi ülés sem lehetett összejönni, de mégis gondolom, hogy van valamifajta tapogatózás. Szerintem mik a legfontosabb tanulságai kifejezetten a Momentum számára ennek az eredménynek? Igen, én azt gondolom, hogy minden ellenzéki pártnak ideértve értelemszerűen a Momentumot is nagyon komoly vizsgálatot kell tartania. Nyilvánvalóan felelősségünk van, komoly felelősségünk van ebben az eredményben. Nem lehet elmenni amellett, a tény mellett, hogy milyen körülmények között zajlottak le ezek a választások, hogy mennyire egyenlőtlen a választási rendszer, hogy mennyire egyenlőtlen az esélyek a Fidesz és az ellenzék között, hogy mennyi választási visszaélés volt, hogy 100 milliárdokból üzemeltetik a propaganda gépezetet, hogy kormányzati csatornákat használnak fel arra, hogy kampányoljanak önmaguk mellett, hogy elképesztő hazugság cunamit árasztottak az emberekre. És nyilvánvalóan erről majd sok szó esik itt is, és máshol is, de a háború valószínűleg egy elég fontos tényező volt ebben a választási eredményben, az, hogy amikor kitör egy háború, akkor a választók tendenciózusan inkább a regnáló hatalom mellett teszik lavoksukat a biztonság hirtelen megbomlása, megtörése miatt. Pont. És amit még szerintem nagyon fontos elmondani, hogy azzal együtt, hogy ez tényleg egy lesújtó eredmény, rengetegen iszonyatosan sok munkát tettek az ellenzéknek a munkájában az elmúlt másfél évben, vagy az elmúlt négy évben, sok tízezren dolgoztak szavazóköri delegátként, aktivistaként azért, hogy leváltsuk ezt a rendszert, és bár ez az eredmény mindannyiunkat lesújtott, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos tapasztalatok és nagyon fontos jó példák is vannak, és azok között, a jelöltek között, akik tegnap kikaptak, rengetegért megszakad a szívünk, egy Szél Bernadettért, egy Mihály Kedvinért, egy Mándi Lászlóért, egy Bőszenettért, egy Potocskáné Körösi Anitáért, és még estig sorolhatnám azokat a jelölteket, akik elképesztő mennyiségű munkát, lelkesedést tettek bele a kampányba, és nem szabad ezt kidobnunk az ablakon, tehát hogy itt azért nagyon fontos szervezeti tapasztalatokat szereztünk, amiben én abszolút hiszek, hogy még akkor is, hogyha most nem hoztam meg a kívánt eredményt, de ezt tovább kell vinnünk, és erre építkezve lehet egyszer véget vetni ennek a rendszernek. Egyetértesz azon, amire Jakab Péter utalt a videóbejátszásban, hogy ezeket a tanulságokat és ezt a továbbhaladást már Márki-Zay Péter nélkül kell megtenni az Egyesült Ellenzéknek?
Én azt gondolom, hogy itt minden szereplőnek felelőssége van. Jakab Péter csak Márki-Zay Péter felelősségét emelte ki, én ezzel nem értek egyet. Szerintem itt most vagdalkozás helyett tényleg mindenkinek a saját felelősségét kell nagyon alaposan megvizsgálnia, nem már holnapra, hanem ez hosszú hetek, hosszú hónapok folyamata lesz, mire pontot tehetünk ennek a végére. Úgyhogy én nem emelnék ki egyik vagy másik szereplőnek a megkülönböztetett felelősségét. Ha már mindenkinek az egyéni felelősségét meg kell vizsgálni, hadd kérdezzek meg valamit. Nekünk olyan értesüléseink vannak, hogy te az előválasztás két fordulója között igazából Márki-Zay Péter támogattad, holott a mi tudomásunk szerint akkoriban már volt egy momentumos megállapodás arról, hogy Karácsony Gergely lesz a közösen támogatott momentumos jelölt. Igaz ez az értesülés? Valóban lobbiztál adott esetben kifejezetten Márki-Zay Péter megtámogatása mellett, és ha igen, akkor ilyen szempontból hogy értékeled ezt a döntésedet, érzel emiatt valami fajta felelősséget? Ez nem igaz ebben a formában. Az előválasztás első fordulóját követően a Momentum elnökségével mi napi szinten egyeztettünk arról, hogy állást foglaljon-e a Momentum abban, hogy ki támogat ebben a versenyben, és akkor teljes egyetértésben a választás második fordulója előtt azt hiszem 3 vagy 4 nappal döntöttünk úgy, hogy nekünk most már mondanunk kell át vagy bét, és ekkor álltunk ki Márki-Zay Péter mellett. Beszéljünk kicsit az összefogás kérdéséről. Ugye nagyon sokáig az volt a mondás, hogy ez egy választás technikai kérdés, egyszerűen ebben a többségi rendszerben nem lehetséges az, hogy ennyire szétszórodva induljon neki az ellenzék a Fidesszel szemben, nevezetesen kell valamilyen módon egyesülnie az ellenzéknek. Ehhez képest azt lehet látni, hogy közel 700.000-re kevesebb szavazatot kapott az egyesült ellenzék, mint amennyit külön-külön tudtok összegyűjteni 2018-ban. Politikailag és választásetikailag is kijelenthető, hogy az összefogás mint olyan nem működőképes politikai ajánlat a magyar választók számára? Én azt gondolom, hogy valami fajta együttműködésre mindenképp szükség van, azzal együtt, hogy ezzel az állítással én is egyetértek, illetve hát ezek a számok ezt mutatják. Egyébként még Újbudán is ezt mutatják, hogyha gyakorolhatok ott. Ez igazából nem önkritika, csak ez mutatja az országos helyzetet is, hogy rám a jelenlegi feldolgozottság alapján kb. 25.000-en adták le a voksukat, amiért nagyon hálás vagyok, és köszönöm az újbudaiaknak a bizalmukat. Ez kevesebb, mint amennyien 18-ban, jóval kevesebb. Nagyjából 30.000-en szavaztak a 6 ellenzéki pártra 2018-ban. Tehát egy olyan választókerületben, ahol volt egy nagyon jó csapat, egy nagyon hatékonyan működő kampánycsapat és egy relatíve tudatos választókerület, ami az országban az egyik legmagasabb részvételi arányt tudta hozni, még itt is visszaesett az ellenzéknek a támogatása, igaz, a Fideszé is. Mi most az ellenzék legfontosabb tennivalója? Tehát nyilván fog következni egyfajta ellenzéki sárdobálás, akár szivakodás is majd, de hogy itt alapvetően nem szabad komoly sebeket ejtenetek egymáson, mert továbbra is közösen kell együtt haladnotok, vagy pedig ez most az időszak lesz, hogy minden kérdés újra nyitható, adott esetben akár az is, hogy ennek az ellenzéki együttműködésnek ebben a formában van-e jövője és jelene? Erről most lesz nekünk elnökségi ülésünk a Momentum elnökségével, tehát erről hivatalos álláspontot még nem tudok mondani, és én abban is biztos vagyok, hogy nem fogunk tudni a következő pár napban erről nagyon konkrétot mondani. Itt nem az a kérdés, hogy ki milyen sebet ejt, hanem hogy levonjuk-e azokat a következtetéseket, hogy bele tudunk-e nézni abba a görbe tükörbe, amiben most mindenkinek bele kell néznie, ami lehetővé teszi azt, hogy egy sokkal hatékonyabb és sokkal eredményesebb munkát végezzünk a következő időszakban. Azoknak a kritikusaitoknak, akik azt mondják, hogy ez évről évre, vagy pontosabban választás elő szokott jönni, hogy nincs értelme fölvenni a mandátumot és beülni a parlamentbe, milyen válaszsal tud szolgálni? Én azt gondolom, hogy a választók azért szavaztak az ellenzéki politikusokra, akik most beülhetnek majd a parlamentbe, hogy őket képviseljék országgyűlési szinten. Ezzel együtt mindent meg kell tennünk azért, hogy minden erőforrást, a plusz nyilvánosságot, ami a parlamenti politizálással jár, azt arra használjuk föl, hogy rendszerellenzékiként lépjünk föl, és hogy egy másodperc erejéig se tartsuk fönt azt a látszatot, hogy itt egy demokratikus folyamatnak vagyunk a részese. A te körzeted egyik azoknak a körzeteknek, ahol jelentősen nőtt a részvétel a 4 évvel ezelőtti állapothoz képest. Te ezt mivel magyarázod?
Ahogy elmondtam, nagyon komoly munkát végzünk immár másfél éve, sőt igazából a 18-as választások óta itt van egy nagyon jó momentumos alapszervezet, amivel az előválasztásig dolgoztam, ami aztán kibővült a hat ellenzéki párt, és egyébként az MMM adottságokkal is bíró választókerület is. Tehát szerintem ezek összessége adja ki ezt az eredményt, de még egyszer mondom, rengetegen voltak az országban, akik megérdemelték volna azt, hogy bekerüljenek, és akik olyan tapasztalatokat szereztek, amelyekkel mindenképp tovább kell dolgoznunk. A G7 írta ma reggel, hogy a 20 legszegényebb településen 80% felett végzett a Fidesz-KDNP. Nyilván ebből azért nagyon sok mindent ki lehet olvasni. Te mi az, amit ebből kiolvasol? Hát egyrészt az, hogy az egyenlőtlen feltételekhez nagyon nagyban hozzájárul az a kiszolgáltatottság, amiben a Fidesz tartja a szegényebb rétegeket, vagy akár azokat a kis településeket, akik nem kapnak mondjuk EU-s támogatást, vagy azzal fenyegetik a polgármestereiket, hogy nem kapnak kormányzati vagy EU-s támogatást, akkor, hogyha nem állnak ki nyíltan amellett, hogy az ott lakók a Fideszre szavazzanak. És az, hogy az ellenzéknek nem nagyon van más lehetősége, mint hogy ezekre a kis településekre is elmenjen, és itt is jelentősebb támogatottságra tegyen szert. Világos, hogy ez 4 évvel ezelőtt is nagyjából egy ilyen megállapítás volt, és azóta eltelt elég sok idő. Volt-e kifejezetten ezeken a településeken élő emberek számára targetált üzenete az ellenzéknek? Fektetette abba érdemi politikai munkát, hogy az ő politikai szavazataikat megszerezze? Volt, de nyilvánvalóan az eredmény látán ez nem volt elégséges, nem volt elég jó, és nem volt elég hatékony. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan autoritár rezsim, amit nem lehet már holnapra lebontani. Ez több lépésben fog megtörténni, és azok, akik most nyertek, és azok is, akik elbuktak, nagyon remélem, hogy együtt fogunk tovább dolgozni azért, hogy ne csak a nagyvárosokban, ne csak Budapesten, hanem a kisebb városokban és falvakban is ott legyünk, és ne csak a választás utolsó pár hónapjában, hanem szisztematikus munkát végezve folyamatosan a következő időszakban. Ugye a Momentumot sokáig a fiatalok a rendszerváltás után születettek pártjaként definiáltátok ti magatok is, és nyilvánosság is így hivatkozott rá. Most az egyes felmérések szerint a fiatalok akár egyharmada is elgondolkozna azon, hogy elhagyja az országot a Fidesz győzelme után. Te mit üzensz nekik ma reggel így a választási eredmények láttán? Igen, ilyen hangok tegnap hozzánk is elértek a saját eredményváróinkon. Én arra biztatom őket, hogy maradjanak, mert meg kell küzdenünk azért, hogy ez egy normális, békés, tisztességes és boldog ország lehessen. Ezt más nem fogja helyettünk elvégezni, úgyhogy maradjanak velünk, és folytassuk ezt a munkát. És akkor záró kérdés. Tegnap estig elég egyértelmű volt, hogy Márki-Zay Péter az Egyesült Ellenzék vezetője. Ma reggel is Márki-Zay Péter még a vezetője az Egyesült Ellenzéknek, vagy az jelenleg egy eldöntetlen kérdés, és ez a pozíció újra nyílt? Szerintem nincs most az ellenzéknek egy egyértelmű vezetője, és ez egyike azon kérdéseknek, amiket a következő hetekben, hónapokban kell megválaszolnunk. Orosz Anna, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy így a választási este után nyilván jelentős kialvatlansággal is eljöttél ide hozzánk, és válaszoltál a kérdéseinkre. Köszönöm a győzelmethez gratulálunk, és várunk majd vissza máskor is. Köszönöm szépen. Minden jót. Hamarosan érkezik a stúdióba Pető Péter és Kerner Zsolt, a 24.hu főszerkesztője, újságírója. Előtte azonban nézzük meg egy rövid interjút, amelyet Gelencsér Gábor Pál kollégám készített a tegnapi este folyamán Kovács Gergellyel, a Kétfarkú Kutyapárt elnökével. Mik a pártnak a tervei a következő 4 évre? Megnyerünk minden önkormányzati választást, és átveszünk a hatalmat, és majd mi tudjuk írni a közbeszerzéseket helyi szinten. Ez egy ilyen, hát ilyen pár ezer milliárd forint azért ki van írva a helyi önkormányzati pénzekből, úgyhogy a közbeszerzéseket szeretnénk megnyerni. Ja, szóval bocs mindenkinek, aki ránk szavazott, és bocsánat, hogy nem értünk el 5%-ot. Erről biztos mi is tehetünk, és igyekszünk, hogy legközelebb ne így sikerüljön. Hát nehéz mit mondani, nagyon szomorú a választás végső eredménye. Akkor meglepett téged ez az eredmény, nem erre készültetek, de a ti 3%-os eredményetek azzal mennyire tudtak elégedettek lenni, vagy mennyire? Hát a kutatásokban ez volt, mi 1,79-et kaptunk 4 éve, szóval így fellobogózhatjuk a várost, hogy elérte a kutyapárt az eddigi legjobb eredményét, mert ezek szerint akkor most nem tudom, kb. 100 000 emberrel több szavazott ránk. Szerettük volna, ha ennél több lesz, de valamire mi az?
Jó, ez elrögöm magam. Szóval, tehát, hogy mindenesetre a gatyára, a Mi Hazánkra, meg a Fideszre, meg az ellenzékre szavaztak, úgy tűnik részben, akik úgy tűnt, hogy korábban ránk szavaznak. És most, hogy így egyedül nem sikerült bekerülnetek a parlamentbe, van-e bármi tervetek arra, hogy más pártokkal esetleg együttműködjetek a következő 4 évben? Persze, hát én Szanyi Tiborral holnap lesz egy kávézásom délben. Állítólag tud 2 millió forintot, amit elköltetnénk óriás plakát kampányra. Még a Vágó Gábor fizetését szeretnénk a Szanyi Tibor támogatásával. Az eredmény tekintetében esetleg lesz a változás a párt vezetésében, vagy marad a mostani vezetés? Valószínűleg lesz egy csere, most én vagyok a társelnök, és a Szuzi a másik társelnök, és most az lenne, hogy én lennék a másik társelnök, és a Szuzi lenne az egyik társelnök. Erről lesz egy szavazás, illetve vita, kongresszus. Erről majd egyeztetünk a kongresszusban. Lehet fel kell vennünk pár, nem tudom, ilyen... Kit kell felvennünk? Kosztümöt, de felveszünk pár kosztümöt a pártba, igen. Nagyon szépen köszönöm. És folytatjuk a stúdióban, itt már velem Pető Péter, a 24.hu főszerkesztő, és Kernár Zsolt, a 24.hu újságírója. Sziasztok, jó reggelt nektek! Jó reggelt! Hát elég egyszerű az első kérdésem, nyilván sejtem is a választatokat, de mégis kérlek, hogy fejtsétek ki a gondolatokat ezzel kapcsolatban. Márki-Zay Péter karaktere hozott, vagy vitt az ellenzéknek? Hát szerintem most már nyilvánvaló, hogy vitt. És majd az adatokat szerintem érdemes lesz mélyebben megnézni, most pont már beszélgettünk itt róla, hogy azért egy baloldali pártszövetségnek neki menni egy választásnak, egy jobboldali miniszterelnök jelöltel, abban benne van egy kockázat, hogy nem biztos, hogy a baloldal teljes támogatását képes elnyerni, és ha megnézzük azokat a területeket, ahol a Fidesz beleharapott az ellenzékbe, akkor azt látjuk, hogy Budapestnek a pesti részein, tehát a hagyományosan erős körzetek, a Kunhalmi Ágnes vagy Hiller István X-es meccseket hívott a saját körzetébe, ugye ezek nagyon hagyományosan egy viszonylag egyszerűen megoldható területek, de ugyanezt látjuk a Miskolci egyes körzetben sem volt végül a szocialistáknak nem sikerült megszerezni mandátumot, tehát ebben az értelemben én azt hiszem, hogy itt volt egy ilyen típusú probléma, a másik része pedig az, hogy hát Márki-Zay Péter korlátai azok szerint nagyon erősen megmutatkoztak itt a egyes hibákról, amiket a Fidesz ki tudott aknázni onnan indulva egészen addig, hogy hát hogy mondjam, a politikai fegyelmezettsége nem erősödött a kampány során, tehát az volt, hogy az edukáció, amiről azt gondoljuk, hogy egy ponton azért hat a politikus, az egyszer nem működött. Tehát ugyanazok a, nem tudom, a hetente láttuk, hogy negyed órákat sétálgat az autóig a pesti srácok vagy más médium munkatársaival és felelget. Tehát ezért Orbán Viktorról nehezen tudom elképzelni, hogy 2 héttel vagy 1 héttel a választás előtt 20 perceket sétálgat a kocsig újságírókkal, hogy hát ha kérdeznek olyasmit, amiből probléma lehet. Hát és ugye azzal futottunk neki Márki-Zay Péter jelöltségével, vagy futott neki az ellenzék, hogy ennek az egésznek a célja az a jobboldali szavazók megszólítása, hogy a kiábrándult fideszesek megszólítása. És most az eredményből nagyjából az látszik, hogy nem kiábrándult fideszeseket, hanem kiábrándult jobbikosokat sem sikerült megszólítani, és azoknak egy részét is vagy a Fidesz, vagy a Mi Hazánk szólította meg. Tehát még az sem működött igazán, hogy azok, akik egyetértettek volna vele. De most az igazolódott be, hogy nem tudta megszólítani ezt a szavazói réteget, vagy pedig az, hogy ez a szavazói réteg, ez nem is létezik? Hát én azt nem mondanám, hogy nem létezik, mert mint hogy a kiebrendult fideszeseké? Igen. Valószínűleg nem létezik egyébként, tehát erről ugye rég beszéltünk már, hogy nem nagyon van kiebrendült fideszes, de tehát, hogy itt egy ennél kicsit másabb réteget sem tudott megszólítani, akik a volt jobbik szavazók, akik jobboldaliak, kiábrándultak, tehát hogyha nem a fideszes, hanem kiábrándult jobboldali szót használjuk, akkor ez a szavazó réteg létezik, de őket sem tudta megszólítani. De ugye talán a Bálint mondta itt az előző beszélgetésem, és vele értek egyet, szerintem nem létezik ez a szavazó réteg, tehát ez egy toposz, ami teljes tévedés, tehát a kiábrándult, akkor nem fideszes, tehát akkor kezdjük itt, tehát a kiábrándult fideszes szerintem tartalmilag sem létezik. Másrészt, aki azt gondolja, hogy Gyurcsány Ferenc és Jakab Péterrel fog megszólítani kiábrándult fideszeseket, most tovább használom akkor már ezt a kifejezést, az politikai vakság bizonyos fokán van szerintem, tehát egyszerűen ez egy nem létező dolog. Másrészt pedig mondom, az egész Márki-Zay karakterből az lett a vége, hogy az volt az ellenzék, hogy azt mondta, hogy Orbán Viktor programját képviselem. Tehát Orbán Viktor programját Orbán Viktor tudja jól képviselni. És az egész ellenzéknek pont ezért, amikor van egy vezetője, amely azt mondja, hogy a Orbán kormány politikáinak kulcspolitikái energetika, lásd rezsicsökkentés, migráció, lásd kerítés, családtámogatások, lásd családpolitika, mindegyikben megtartja ugyanazt, amit az Orbán kormány csinált, akkor a okkal vetődik fel a kérdés, akkor mi a baj az Orbán kormánya? És ugye erre egy választ tudott adni, hogy korrupció, az 1000 éves történetünk legkorruptabb kormánya, azt hiszem, sokszor elmondta, de az egész ellenzéknek így ugye nyilvánvalóan egy valamire nem maradt válasz, hogy kik vagyunk.
Úgy politikát, közösséget, identitást nem lehet csinálni, hogy nem tudjuk megmondani, hogy kik vagyunk. Márpedig ez az ellenzéki tömb, koalíció, nem tudom mi, ez nem tudta megmondani, hogy kik vagyunk. A vereséget bejelentő beszédében Márki-Zay Péter elismerte, hogy itt valószínűleg nem csak egy-két hibáról van szó, hanem valamilyen fundamentális a problémáról, és ő ezt alapvetően azért abban azonosította be, hogy a fideszes média túlsúly, a propaganda és az ezzel összefüggésben hozható gépezet az, amivel nem igazán tudta fölvenni a versenyt az ellenzék. Ti ezt hogyan értékeljétek? Lehet-e kizárólagosan vagy döntően a médiahelyzettel indokolni ezt a különbséget ellenzék és Fidesz között? Zsolt. Szerintem nem elegáns, hogyha valaki egy választási vereség után nem az önvizsgálattal kezdi el ezt az értékelést. Persze a Márki-Zay Péter karakterében eddig is nyilvánvaló volt, hogy nem az önvizsgálat az igazán hangsúlyos. Nyilván szerepe volt, hát minden szerepe volt. Nem egy fair választás volt valójában, de az eredmény alapján a Fidesz egy fair választáson is nyert volna valószínűleg. Tehát annyira súlyosan nyertek egy nem fair, feléjük lejtő, majdnem mindenben nekik előnyt adó választási rendszerben, olyan eredménnyel nyertek, ami egy okéban is működött volna. Ez valószínűleg csatlakozom, amit Zsolt mondott. Másrészt pedig igen, nem lehet elégszer hangsúlyozni, rettenetesen aszimmetrikus a pálya. A Fidesz alakította ki a szabályrendszert, az erőforrások azok irtózatosak, és látszik, hogy mondjuk egy-egy hibát, amit elkövetnek a kampány során ezzel az óriási hatalomgyárral, meg médiagépezettel, ami a rendelkezésükre áll, és egyébként kézzel van, tehát hogy mondjam, kézzel állítható, tehát hogy megszerelhető politikai célokra, nagyon sok mindent el lehet érni. De itt valóban, tehát nem erről van szó, egyszerűen olyan mélységű a vereségük, és tegyük fel, hogy a falvakat elmagyarázzák így, hogy egyébként is van egy olyan típusú hátrányuk, amelyet így még megtámaszt a Fidesz. A megyei jogú városokra hogyan ad ez magyarázatot? Akkor a megyei jogú városok azokra, amelyeket az önkormányzati választáson már egyszer meg tudtak nyerni, ott azokra a fordulatokra miként magyarázzák? Vagy a Budapest környékén a Pest megyei települések, amelyek Érd megyei jogú város szintén. Tehát akkor ezekre a városokra, illetve ezekre a körzetekre milyen magyarázat kínálkozik? Ha csak arról lenne szó, hogy média túlsúly, akkor vissza kell adni a polgármestereknek ellenzéki polgármestereknek a mandátumát, mert azt mondom, akkor ezek szerint ők véletlenül nyertek, hiszen nem lehetett volna nyerniük. Igen, nyilván van ezzel az egész strukturális dologgal is egy ilyen óriási kihívás, de valójában itt tegnap az derült ki, hogy létezik egy buborék, csak nagyobb, mint amit eddig gondoltunk. Az, hogy erre az eredményre tényleg senki nem számított az ellenzéken belül, az nagyjából azt jelzi egyébként, hogy tényleg van egy olyan szakadék Magyarország két oldala között, amit mintha nem lehetne áthidalni, de hogy még az információ se feltétlenül érkezik meg a másik oldalról. És egyébként minden ilyen nem fersége, meg minden ilyen túlhatalma ellenére szerintem nem csak strukturális problémák voltak ezzel a választással. Jó lenne megmérni nyilván, hogy milyen attitűdjei voltak a Fidesz szavazóknak, amikor a Fideszre ennyien elmentek szavazni, de szerintem az van, hogy a Fidesz ajánlott nekik valamit, amit ők igényeltek. Tehát itt nem csak az van, hogy így minden média az övék, ez minden pénzt elkölthetnek, hanem mondtak valamit, ami a szavazóknak kellett. Mi az, ami szerinted ennyire versenyképes ajánlat tudott lenni? A politikai Maslow piramisnak itt tényleg az alja, mert a Fidesz odáig ment le. Biztonság, étel, benzin. Tehát, hogy ilyen a legalapabb, baszik sokkal pontosabban mérték fel azt, hogy a magyarok nagy része az így jobban fél a háborútól, mint amennyire szeretne feles alkotmányozást. A háború szerintem egy kiemelt pont, Géfodor Gábor jön utánunk, de hallottam már reggel egy másik műsorban, és csatlakozni is fogok hozzá ebbe az értelembe. Szerintem írtozatos szerepet játszott abban, hogy az utolsó hetek dinamikája hogyan alakult. Nem vagyok benne biztos, hogy a Fidesz az első pillanatban tudta, mit kell csinálni. Ott egy picit megint ugyanaz történt, hogy az ellenzék adott eszközt a kezébe, amikor egyszerűen túl korán ment odáig, ahol nem kellett, nem volt kényszer, hogy mondaniuk kell valamit ebben az ügyben. Utána persze megint van egy írtózatos hatalmi gépezet, amely képes interpretálni félmondatot is, és olyan típusú üzenetté formálni, ami nem biztos, hogy elhangzott, vagy nem abban a formában, de magát az eszközt, vagy a pozíciót, azt onnan nyerte a Fidesz, hogy az ellenzék bement egy nem kívánt helyre, tehát nem üldözte oda őket senki, ahova az első pillanatban bementek. Ez egy a kapkodás, meg ennek a politikai kampánynak, meg a türelemnek a hiánya szerintem nagyon sok ponton tetten érhető volt, és ebben az értelemben szerintem ott még nem lehetett sejteni persze, hogy milyen súlya lesz, de utána világos volt, hogy a béke, háború, és tehát a választók arra a kérdésre válaszoltak, amit a Fidesz megfogalmazott, miközben az ellenzék a kelet-nyugat kérdésre akart választani, de ott nem voltak választók.
Szerintem ennél még megosztottabb volt egyébként, mert az van, hogy nem derült ki egyértelműen, hogy az ellenzék mit akar mondani ebben a szituációban. Morális alapon jó döntés, az egy csomó ellenzéki fejében valószínűleg az volt, hogy ha ez a háború rossz dolog, és Oroszország egy agresszor, akkor nem az-e a jó döntés, hogy mi segítünk neki. De közben meg nem mondhatják azt, hogy katonákat küldünk Ukrajnába, mert nincs ilyen tervben egyébként a NATO-n belül se. És innentől teljesen megosztott az, hogy mit akarnak mondani ezzel kapcsolatban, szóval nem volt kitalálva az üzenet. Te ugye az ellenzéki eredményváron voltál, milyen dinamikák jellemezték ott a hangulat alakulását? Hát ez nagyon érdekes volt egyébként, az eleinte teljes homály, tehát senki nem tudta, hogy mire lehet számítani, és utána az eredmények érkezése előtt egy ilyen fél-egy órával elkezdtek olyan pletykák jönni, hogy nyer az ellenzék listát, megnyeri a listát. Volt egy olyan, hogy nem tudom, 85-90 mandátumot szerez az ellenzék, és akkor a Fidesz 115 éve szemmel, és mindenki nagyjából ilyen elkezdett pozitív. Viszont magabiztos elemzők érkeztek meg azzal a kijelentéssel, hogy megvan a lista. Egészen addig, amíg 135 mandátumot nem szerzett a Fidesz, hogy egészen furcsa volt, de az az érdekes különbség a 4 évvel ezelőtti választáshoz képest, hogy ott látunk egy csomó síró embert, akik így egymásban nyakába borulva sírtak, mondjuk leginkább a Momentumnál, akik nem jutottak be a parlamentbe, akkor most kevesebb síró ember volt. És inkább ez a döbbent apátia, hogy így nem értik, hogy mi történt. Hát de kevesebb szavazójuk van. Tehát hogy szerintem az igazán megdöbbentő, nem az még az első rész az, hogy elmentek a mandátumok. De az elmehetett volna 100 szavazatokkal az egyéni választókerületi rendszerben. Itt arra van szó, hogy elvesztek a szavazóik. Tehát egyszerűen az a tömeg, tehát ugye a magyar politika nagy toposz, hogy két azonos méretű tömb verseny az egymással, és ez a két és fél milliós választói közösség megmérkőzik, és végül az egyik 100-200-300-400-re mindig nagyobb lesz. Óriási különbség van most a két tábor között. De ez egy fontos kérdés, bocs, mert most már több gyére beszéltünk itt arról a különböző blokkokban, hogy igazából újraépült a centrális erőtér. Orbán Viktor tudta addig mahinálni a helyzetet, hogy ezt létrehozta, vagy Márki-Zay Péter hozta ezt létre most Orbán Viktor számára? Ez egy nagyon jó kérdés, és nincs rá még határozott válaszom. Szóval az adatokban még egy picit érdemes lesz belemászni, hogy hogyan alakultak, de biztos, hogy nem egyikőjük ezt egyedül. Szerintem, hogyha valaki visszahozta a centrális erőteret, azok a választók voltak. Tehát az, hogy a Mi Hazánk bekerült a parlamentbe, az azt jelenti, hogy a centrális erőtér attól, hogy stratégiai döntéseket hozott az ellenzék és együtt indult, és ők két nagy tömbbé pozícionálták magukat, az nem jelentette azt, hogy a magyar társadalom egyébként két nagy tömbből áll. Na jó, de gondoljunk bele, hogy a Mi Hazánk úgy ment be a parlamentbe, hogy elvették a kulcs témáját. Tehát ugye a Covid diktatúrával jelent meg a plakátok többsége, miközben a Fidesz közben elvette ezt a témát, hiszen minden intézkedést fölfüggesztett. Tehát ők téma nélkül, már az utolsó hetekben téma nélkül be tudtak menni a parlamentbe. De azt nem tudod, hogy téma nélkül voltak-e valójában, mert azok az emberek, akik egyébként valóban Covid diktatúrától rettegnek, azoktól lehet, hogy nem vették el ezt a témát. Tehát ugye én arra gondolok, hogy lehet, hogy ők még mindig abban voltak, hogy kell egy ilyen hang a parlamentben. Azt mi is többször elemeztük a 3-3 pluszban, hogy hát igen súlyos gazdasági kihívások előtt áll az ország, teljesen egyértelmű, hogy bárki is alakít kormányt, hát nagyon kemény körülmények között kell majd helytállnia. Maga egyébként Orbán Viktor is tegnap már a sajtótájékoztatóján, a rögtönzött sajtótájékoztatóján, amit a választási részvétele után adott, igazából nem védte meg a rezsicsökkentést, belebegtette azt, hogy akár még ez is képlékeny lehet. Dömötör Csaba is hasonlóképpen nyilatkozott a 24.hu-s újságíró kollégának. Tehát szerintetek milyen típusú megszorításokra lehet készülni, illetve hogy ez a típusú legitimáció az alkotmányozott többség ráadásul több mandátumban, mint amit valaha nyertek, adhat-e kifejezetten megerősítést nekik arra, hogy most megléphetnek akár komolyabb megszorításokat is, különösebb népszerűségvesztésnél? Hát szerintem a ellenzék valójában itt vesztett óriási, tehát ha ez egy rettenetesen nehéz ciklus lesz, bárkinek nagyon nehéz ciklus lenne bármilyen körülmények között, ha ezt egy szűk többségből kell kezdeni Orbán Viktornak, egy egységes ellenzék mellett, nagy nyomás mellett, akkor ez egy rettenetesen nehéz ciklus, amiben alaposan fölőrlődhet az ő szűk többsége is. Ez egy teljesen más szituáció, olyan irtózatos többsége van, akkora legitimációja, hogy ebből a porladis támogatottság még mindig nagyon sok marad, miközben egyúttal időt is nyert, hiszen úgy szétszabdalta az ellenzéket, hogy nyilvánvalóan nem lesz rajta politikai nyomás a túloldalról a legnehezebb időszakában, az az első egy évben vagy másfél évben, hiszen az ellenzék azzal lesz elfoglalva, hogy ki a hibás, mint azt már tegnap láttuk. Tehát Orbán Viktor ma szerintem tegnap duplát nyert ebben az értelemben, nem csak megnyerte az újabb 4 évet, nem csak hatalmas többséggel nyert, hanem időt is nyert arra, hogy ezt a nagyon nehéz ciklusnak az elét abszolválja. Hadd beszéljek egy kicsit ebben a társaságban a piacokról, hogy... Egy 20 másodperc. Hogy azért ennek a nagy arányú győzelemnek az egyik következménye az volt, hogy erősödött a forint. Tehát látványosan
úgy árazták be ezt a győzelmet, hogy a Fidesznek meg lesz a felhatalmazása arra, és a képessége is, hogy nehéz döntéseket hozzon meg a gazdaságban. Ugye ritkán reagálnak jól a piacok arra, hogyha ilyen szituációban nincsen valami mozgás, vagy valami reform, hogy ezt az ilyen klasszikus Bokros Lajosi szót visszahozzam végre a közbeszédbe. Tehát, hogy itt valószínűleg arra számít mindenki, hogy a Fidesz kemény kézzel hozzá fog nyúlni, és ráadásul én azt is gondolom, hogy van Magyarországon 3 millió szavazó, akiknek a Fidesz nagyjából mindent el tud magyarázni. Most az, hogy ez igaz-e, hogy valójában elhiszik-e, vagy adnak egy olyan narratívát, amit el tudnak fogadni, az már más kérdés. De hogy szerintem ezeknek a szavazóknak el fogja tudni magyarázni a saját narratívájával, hogy miért ilyen magas az infláció, miért ilyen drága minden, mit kell csinálni, hogy ne ez legyen, és milyen áldozatokat kell meghozni. És nyilván attól függ, mekkora a baj persze. Tehát ezt nem látjuk még. Tehát nyilván a válság mélységétől azért sok minden függ ebbe az ügybe. Beszéljünk a népszavazás érvénytelenségről, még van is ezzel kapcsolatban egy grafikánk, milyen bemutatjuk majd. Betöltötte szerintetek a funkciót ez az intézmény a Fidesz szempontjából, és a mostani győzelem az igazából politikai legitimációt is ad ezeknek a kérdéseknek, vagy ezek a kérdések mostantól irrelevánsak, és nem várhatunk semmilyen típusú további fejlődést ennek a vonatkozásában. Ugye közben megérkezett itt a grafika, tehát azt lehet látni, hogy hogyan alakultak részben az érvényes, illetve az érvénytelen népszavazásra leadott szavazatoknak a száma, illetve a választáson is a népszavazáson való részvétel egymáshoz viszonyított arányát is láthatják a kedves nézők. Péter. Én megmondom őszintén, hogy azt hiszem, hogy a háború a népszavazást is kitakarta valójában a kampányból, és egy kicsit a tegnapból is azért nagy részt. Tehát az eredmények után már viszonylag irrelevánsnak tűnt a népszavazás eredménye. Már csak azért is, mert igazából egy akkora legitimációt kapott az egyik oldala, hogy az, hogy a túloldalon 1-2%-kal érvényes vagy érvénytelen valami, az annak nem sok relevanciája van, úgyhogy ebben az értelemben szerintem ez tényleg egy zárójeles projekt lett végül. A Fidesznek volt egy témája, ám a háború mindenképpen kitakart, és talán más irányba ment a kampány, meg a politika. Hát ez volt az egyik, nem tudom, 5 téma közül, amit ugye az látszott, hogy azt hiszem erről te írtál talán korábban, hogy a Bita Danival beszéltünk, azt hiszem erről, hogy ez nem egy témás kampány, hanem több. De ugyanúgy egymás mellett futtatják őket. Én azt gondolom, hogy a 136 mandátum a magyar parlamentben, azzal a hatalmi logikával, amivel az Orbán kormány működik, az mindenre felhatalmazást ad nekik. Lesz, aki nem ezt gondolja, és tiltakozni fog, de Orbán Viktor ezt fogja gondolni, és Magyarországon jelenleg ebben az állapotban azt számít, hogy Orbán Viktor mit gondol erről. Hát meg azt azért ne felejtsük el, amit az Orbán Viktor győzelmében mondott, az úgy van. 4. alkalommal 4 különböző konstrukcióban nyerte meg 2/3-dal, tehát a Bálint szintén mondta már, hogy azokon az ellenzéki konstrukciókon talán érdemes elgondolkodni, amely 4-szer hasonló arányban szenved vereséget, hogy arra valami milyen politikai igény mutatkozik egy országban. És egyébként bocsánat, de az, hogy a Orbán Viktor elnevette magát, amikor Volodymyr Zelenszkij nevét kimondta a győzelmi beszédben, az egyértelműen nem arra utaló jel, hogy ez a visszafogottság és a konszolidáció kormánya lenne. Nem ez lesz. Ez működik, ez az agresszió, ez lesz. Még beszéljük azért egy záró kérdéskörben Gattyán Györgyék. Hát szerintem váratlan sikeréről. Ugye átlépték az 1%-os küszöböt, ez azt jelenti, hogy egyrészt, ha vettek fel pártámogatást, akkor azt nem kell visszafizetniük, illetve hogy a következő 4 évben számolhatnak állami támogatással, tehát Gattyán György számára egy új finanszírozási csatorna is megnyílt a magyar állam részéről. Emiatt ti számoltok-e azzal, hogy esetlegesen továbbra is aktívak maradnak a közéletben? Most ide keresgéltem, hogy Gattyán György hogyan értékelte magát a választást, de nagyon sok mindent nem találtam. Itt egyetlen mondat hangzott el tőle, egy 100 napos pártnak, mozgalomnak ez szép eredmény, bár egy kicsit többre számítottunk. Még arra is válaszoltok meg, kérlek a válaszadásotok során, hogy ténylegesen egy ekkora kommunikációs gépezet, amit Gattyán fel tudott építeni, az elégséges ahhoz, hogy egy ilyen, egyébként tényleg induló párt számára szép eredményt lehessen hozni? Hát azért olyan brutális mennyiségű pénzt költöttek el erre, amit, tehát ez nem egy induló párt, vagy nem úgy néz ki, mint egy ilyen alulra szerveződő mozgalom, az látszott, hogy iszonyú mennyiségű pénzt költöttek. Egyébként arra, hogy a Gattyán nem annyira kommentált ezt, azért az utóbbi hetekben sem nagyon lehetett látni ebben. A Huszár Viktor, ha jól emlékszem, neki szervezték ki ezt a feladatot. Ő sokkal többet beszélt erről az egészről, és egy ilyen egészen sajátos hangulatot adott ennek a piros sapkával, amiben állandóan mászkált. Elképesztő mennyiségű pénzért cserébe szerintem ez nem annyira jó eredmény egyébként, amit elértek. Most azon kívül, hogy egyébként a Megoldás Mozgalomnak legalább annyira koherens volt az ajánlat a választók számára, mint az ellenzéké. De mit te gondoltad, hogy egyetlen 1%-ot elérnek? Én nem fogadtam volna ellene egyébként, de én arra is gondoltam, hogy a Mi Hazánk sokkal jobban fog szerepelni, mint a Kétfarkú Kutyapárt mondjuk. Uh-huh. Arra, hogy ennyire, arra nem.
ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy Soros Györgynek a magyar baloldal legrosszabb befektetése, lehet, hogy Gattyán Györgynek meg egyébként ez a mozgalom, mert ha most újra éveket kell ezzel foglalkozni, az nem biztos, hogy szerepelt a tervei között, tehát összességében én nem tudom, meg a befektetett tőkemennyiséget is megmérve, úgyhogy hát nem tudom, hát kíváncsian várom, hogy Gattyán György újabb és újabb szakpolitikai programokkal szórakoztassa a megjelenteket. Nem tartom komolynak ezt a... Ez az 1% szerintem ez pont az, ami a, azok a szavazók, akik keresnek valamit a lapon, ami semmi nem felel meg, és akkor annyi pont összejön, meg nyilván a ilyen-olyan aluljárókban előadott performanszok is meggyőznek valakiket, tehát összességében ennyi szerintem össze tud jönni. Nem látok benne több politikát annál. Majdnem ennyien dolgoznak lassan a cégeinél, úgyhogy igazából ez annyira nem kiemelkedett. Kernel Zsolt, Pető Péter, köszönöm szépen, bejöttetek ma reggel. Hát legkésőbb pénteken folytatjuk a 3-3 plusz záróadásában az értékelését az eredményeknek. Addig meg majd még okosodunk remélhetőleg. Sziasztok, minden jót nektek. Köszönjük. És az okosodás folyamatában egyébként remélhetőleg Fodor Gábor is a segítségünkre lesz, aki azonnal érkezik majd a stúdióba. Előtte azonban nézzük meg egy rövid részletet abból, hogy Orbán Viktor hogyan fogadta a győzelem hírét. Egész jól nézünk ki. Egyre jobban nézünk ki. Talán még sohasem néztünk ki olyan jól, mint éppen ma este. Akkor a győzelmet arattunk, hogy még a Holdról is látszik, de Brüsszelből egészen biztosan. Jó mulatság. Férfi munka volt. Jó volt veletek harcolni. Külön köszöntöm a ránk határon túlról figyelő magyarokat. Köszönjük, hogy segítettek, mert így kaptunk egy esélyt, hogy mi is segíthessünk nekik. Külön köszöntöm azokat, akik ma Kárpátalján magyarok. Azt üzenjük, hogy ne féljenek, tartsanak ki, az anyaország velük van. Tudjuk, hogy a szerénység a legfontosabb. Minél nagyobb a győzelem, annál nagyobb szerénységre van szükség, és valljuk be, hogy ma este van is mire szerénynek lenni. Ez most nem az okoskodás ideje, ez a boldogság estéje. Engedjünk szabad folyást az érzelmeinknek! De annyit talán... De annyit talán adhatunk az eszünknek is, hogy elmondjuk, hogy a ma estével a győzelem szinte minden lehetőségét kimerítettük. Már minden, hogyan nyertünk. Nyertünk 2010-ben, még a régi kétfordulós rendszerben. Nyertünk 14-ben, amikor önállóan hívtak ki bennünket az ellenzéki pártok. Nyertünk 18-ban. Amikor részleges összefogást hajtottak végre, és nyertünk 2022-ben, amikor teljes volt az összeállás velünk szembe. Annyit talán tudhatunk, hogy ez a győzelem azt jelenti, hogy hiába a taktika, a cselszövés, a ravaszkodás, a végén mindig a szív győz. A mi győzelmünk, a ma esti győzelem, Magyarország ma esti győzelme, a szív győzelme, kedves barátaim. Még azt is el kell talán mondanunk, hogy óriási nemzetközi erőközpontok és szervezetek mozdultak meg velünk szemben. Nekik is kell azért, hogy üzenjünk valamit, nekik is legyen egy-két jó szavunk. Azt tudjuk mondani, hogy kidobott pénz volt minden fillér, amit a magyarországi baloldalnak adtak. És talán még annyit megengedtek nekem, ha azt mondom, hogy úgy tűnik, hogy a magyar baloldal volt Gyuri bácsi életének legrosszabb befektetése. 12 éve csak viszi a pénzt. Kedves barátaim, ez a győzelem azért is marad majd emlékezetes talán életünk végéig, mert most kellett a legnagyobb túlerővel megküzdeni. A baloldal itthon, a nemzetközi baloldal körös körül,
a brüsszeli bürokraták, a Soros Birodalom minden pénzei szervezete, a nemzetközi fősodratú média, és a végén még az ukrán elnök is. Ennyi ellenfelünk egyszerre még sosem volt. Nem engedtük, hogy a kudarcos múlt visszatérjen, megvédtük Magyarország függetlenségét és szabadságát, megvédtük Magyarország békéjét és biztonságát, és bár még nem ismerjük az eredményeket, de remélem, hogy megvédtük a gyerekeinket és a családjainkat is. Az egész világ láthatta ma este itt Budapesten, hogy a kereszténydemokrata politika, a konzervatív polgári politika és a hazafias politika győzött, és azt üzenjük Európának, hogy ez nem a múlt, ez a jövő. Ez lesz a mi közös európai jövőnk. Az egész világ láthatta, hogy a magyarok szeretik a hazájukat, és mi, akik ma győztünk, azt vállaljuk, hogy számunkra mindig Magyarország lesz az első. A jó Isten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt. Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok! És folytatjuk a műsort a stúdióból, itt ül velem G. Fodor Gábor elemző, aki nagy örömünkre elfogadta a meghívásunkat. Szervusz Gábor, köszönjük, hogy elfogadta. Jó reggelt, én köszönöm a meghívást. Nyilván az ellenzéki nyilvánosságban számtalan verzió kering arról, hogy mégis minek köszönheti a Fidesz ezt a győzelmét, médiafölény, erőforrás fölény, és így tovább. Én azt mondom, hogy ezt most mind tegyük félre. És igazából azért hívtunk, és azért szerettem volna, hogy itt vagy ma reggel, hogy segíts pontosabban megérteni, te, aki a fideszes tűzhöz közelebb vagy. Mi az, ami miatt ez a nagy arányú győzelem létre tudott jönni 2022-ben a Fidesz számára, tehát hogy sokkal több mandátuma van, mint bármikor az elmúlt 12 évben, 12 évnyi kormányzás után. Hát van egy személyes történetem, hogy a szerkesztőségben, ahol többek között dolgozom, volt egy belső tippverseny, és én 134 mandátumot tippeltem. Nyilván ez egy játék volt, de én azt gondoltam nagyjából két héttel a vége előtt, hogy elsőprő erejű győzelmet fog aratni a Fidesz. Mire alapoztad ezt? Igen, ezt akarom megvilágítani. Hallottam itt a újságíró kollégákat beszélgetni, hogy használták ezt a kifejezést, hogy óriási győzelem, illetve az ellenzék oldaláról óriási vereség, és hogy mi az óriási magyarázata. És hogy egy kicsit ezoterikusabban kezdjem, szerintem van ilyen, hogy politikai tudás, meg politikai szakma, és szerintem itt két összetevő döntött. Az egyik, hogy mi a kontextus, tehát mi a helyzet. A másik pedig, hogy a választás alapvetően a politikai személyiségek versenyéről szólt. És maga a politikai személyiségek versenye megelőzte a kontextust, tehát a háború problémáját. Én azt láttam, hogy pontosabban én ilyet még nem láttam, hogy a baloldal kiválasztotta a maga jelöltjét, nem az történt, mint ami szokott, hogy a jelölt magába integrálja a reményt, és felhajtó erőként szolgál, és elindul felfelé, hanem az általam ismert számok azt mutatták, hogy megy lefelé a lépcsőn. Egy mondatra hadd szakítsalak meg, de azért, amikor az előválasztáson meglemozdult az a több százezernyi szavazó, és azt lehetett látni, hogy Márki-Zay Péter titeket is meglepő módon került egyébként győztesként ki a teljes küzdelemből, azért az ideig óráig nálatok is okozott zavart, azt el tudod ismerni. Én azt tudom nem neked megerősíteni, hogy a politikát nem lehet abba hagyni. Tehát, hogy nem tudom, hogy mi lehet az oka, hogy abba hagyták az előválasztás után a politikai folyamat generálását, tehát megállt a kampány a bal oldalon másfél hónap erejéig. Igazából szerintem a jobb oldalon az okozhatta a zavart, hogy lett egy új jelölt, mert szerintem a Karácsony Gergely alkalmasabb jelölt volt arra, hogy erre a pozícióra nevezzen, ez is volt a forgatókönyv, és szerintem a baloldalt jobban meglepte Márki-Zay Péternek a győzelme, szerintem ez egy stratégiai hiba is volt a részükről az egész előválasztásos eljárás, ami tulajdonképpen szerintem csak negatívumot hozott nekik, beengedtek egy outsidert, és alapvetően lefejezte a saját politikai elitjét az előválasztási szisztéma. Ugye belebuktak a kandidáltak ebbe a történetbe. Szóval, hogy jött a Márki-Zay, és a számok meg nem fölfelé mentek, hanem lefelé. És a másik, szerintem legalább háromszor futottak neki a résztvevők a kampánynak, meg hogy mit csináljanak ebben a történetben, de a döntő eleme a győzelemnek az szerintem a háború. A háború egy olyan dolog, ami betör az életünkbe, és egész egyszerűen kiszorít minden mást, és ilyenkor nem lehet nagyobb erejű impulzust adni az embereknek. Tehát az a kérdés, hogy hogyan viszonyulunk a háborúhoz. Szerintem ez a kérdés mindent eldöntött. Eldöntötte, hogy a Fidesz
arra az alapvető elementáris emberi igényre reflektál, hogy biztonságot akarunk. Szerintem egyébként a biztonságnak van morális dimenziója is, ami összemérhető a baloldalnak a válaszával. A baloldal meg igazságot akar tenni. Tehát azt akarta, hogy következményeit tekintve vonódjunk bele ebbe a konfliktusba, ami meg nem találkozik a magyar választók igényeivel. És én ebben a helyzetben, amikor van egy, és hozzáteszem még a politikai személyiségek versenyéhez, hogy a jobb oldal politikai vezetője megment felfelé, és jobban teljesített számok tekintetében, mint maga a Fidesz, a Márki-Zay megment lefelé, és rosszabbul teljesített számok tekintetében, mint maga az Egyesült Ellenzék. Értem, de azért itt már bejön a fideszes médiagépezetnek a kérdése is. Tehát például az az álláspont, amit, és én nem vagyok Márki-Zay Péter védőügyvédje, csak interpretálom a helyzetet, tehát az az álláspont, amivel azonosítottátok Márki-Zay Pétert, az neki nem volt az álláspontja. Tehát teljesen egyértelmű volt, hogy nem fog embereket, katonákat küldeni Kijevbe, hogy harcoljanak ott. Ezzel az állásponttal mégis sikerült a fideszes médiagépezetnek azonosítani Márki-Zay Pétert. Szerinted lett volna érdemesebb bármelyik jelöltnek ezt a típusú tömegkommunikációs eszköztárat érdemben kikezdenie? Tehát, hogy, és ne haragudj, hogy ilyet mondok, mert nem rád vonatkoztatva mondom, múlt héten ültem egy vitán, ahol egy baloldali közvéleménykutató azt mondta, hogy legyünk megértőek a baloldallal szemben, mert egy-másfél évük volt, hogy kihordják ezt az összefogást, és meg itt tartanak, stb. Ez az érvel is egy kicsit hasonlít rá, hogy itt van egy technológiai kérdés, a közvélemény uralásának azokat az eszközeit, mint a közösségi média, meg mit tudom én micsoda, amit ma vele jár a politikai kommunikációval, azt állítod ezzel a kérdéssel, hogy a Fidesz leuralta, és hogy a baloldal eszköztelenül maradt ezen a téren. Én ezt nem így látom, szerintem ezek az eszközök mindenki számára hozzáférhetőek, egyel hátrébb lépnek. A probléma ugyanis ott van, hogy egy politikus hogy beszél, mit mond, miket állít. Ezért is mondtam, hogy szerintem van politikai tudás, mert a politika ez egy nagyon fegyelmezett történet, egy nagyon fegyelmezett szakma. Minden mondatnak súlya van, egy háború esetén különösen. Tehát egy politikus, aki elindul jelöltként, belép egy versenybe, egy kompetícióba, le akarja győzni azt, aki ott van a hatalomban. Tehát ő a kihívó. Neki minden szavát mérlegre kell tennie. És azt gondolom, hogy ha igaz lenne, amit mondasz, hogy hát itt mindez a részben, vagy nagy részt amiatt történt, mert a Fidesz leuralta ezt a tömegmédiát, meg a propaganda gépezetével kialakított egy fals tudást a baloldali jelöltről, szerintem ez egy tévedés. De bocs, szerinted konkrétan Márki-Zay Péter küldött volna katonákat, magyar katonákat Kijevbe, hogyha megválasztják az miniszterelnöket? Szerintem Márki-Zay Péter felelőtlen kijelentéseket tett, szerintem össze-vissza beszélt. De te se tudod azt mondani, hogy a katonákat küldött volna. De hát elmondta, hogy ha a NATO úgy dönt, akkor katonákat és fegyvereket küld Magyarország. Amit nyilván Orbán Viktor is meg fog tenni, mert NATO szövetségi rendszer része. Csak hogy az a probléma, hogy a politika mondatokból épül fel, szavakat mondunk, a szavak rendje a gondolatok rendjére utal, és a kimondott mondatokat nem lehet visszavonni. Tehát minden mondatnak súlya van. Márki-Zay Péter a maga mondataival maga tette lehetővé, hogy tulajdonképpen egy. Én azt is megmerem kockáztatni, hogy nem a Fidesz kampányolt Márki-Zay Péter ellen, hanem saját maga ellen. Uh-huh. Tehát egy olyan jelölt lépett a színpadra, amilyet én még nem láttam. Hetekig uralkodott az a felfogás, hogy az amatőrizmus diszkrét bája, meg egy szokatlan politikus, meg biztos van stratégia mögött, amit csinál. És ezt azért akartuk mondani, mert hogy hát azt gondoljuk, hogy aki fellép egy ilyen színpadra, belép a politikai versenybe, kihívóként jelenik meg, amögött biztos van egy tudatos stratégia, és ez racionális ez a terv. De én azt gondoltam alapvetően a kezdetektől fogva, hogy mi van, ha nincs. Ha nincs racionális terv, hanem a baloldali kihívó ilyen. Ő egy ilyen ember, így beszél, ilyeneket mond, de a politikának meg vannak természettörvényei. Van, amit lehet mondani, van, amit nem lehet mondani. És azzal egyébként, ami az utolsó két hétben történt, hogy alapvetően Márki-Zay Péteren kívül is fajsúlyos baloldali politikusok azt visszhangozták, hogy nekünk el kell dönteni, hova álljunk, tehát melyik oldalt foglaljuk el ebben a konfliktusban. Szerintem ez a kontextus félreértése volt, és egyáltalán nem találkozott a magyar választóknak az igényeivel.
Orbán Viktor győzelmi beszédében kiemelte a 100 000-re tagsált aktivistának a jelentőségét a kampányban. Én felteszem, hogy azért a Fidesznek nincs ekkora tagsága, bár nem tudom pontosan, mi a taglétszámnak az aránya, de ugye ez akkor is egy nagyon-nagyon masszív létszám. Szerinted minek tudható be, honnan érkeztek igazából ezek az aktivisták, mik voltak azok a kifejezett field eszközök, terepeszközök, amelyek megkülönböztették a Fidesz kampányát az ellenzéktől? Hát én azt gondolom, hogy a politikában az éveknek ereje van. Tehát, hogy a 90-es évek közepétől fogott építkezésbe a Fidesz, hogy alapvetően ő lesz a jobb oldal. És ez különböző formációkon keresztül valósította meg. A 2002-es vereség után a polgári körök mozgalma adott egy impulzust annak a állampolgári aktivitásnak, ami kibővítette a hivatalos politika szervezeti kereteit. Mert szerintem tévedés úgy gondolni a politikai mozgósítás kérdésére, hogy van a párt, és itt véget ér a történet. Hanem kell hozzá valami, én inkább hajlamos vagyok úgy tekinteni a jobb oldalra, hogy olyan, mint egy törzs, vagy egy törzs szövetség. Ami úgy tekint a saját közösségére, hogy összetartanak minket bizonyos dolgok, a közösségért meg kell tenni bizonyos dolgokat, és van a törzsfőnök. És az egy szerencsés dolog, ha van a törzsnek egy főnöke, mert az összetartja a közösséget, és egyébként a közösség összetartó motivumairól időnként meg kell bizonyosodni, tehát fel kell mutatni azt, hogy mi tart minket össze. A választási kampány egy ilyen összetartó közösséget felmutató erő. És szerintem ennyi a titok, hogy nem pusztán technológiai kérdésként tekint szerintem a Fidesz erre a történetre. Ha csak technológiai kérdésként tekintene, akkor meg lehetne oldani az egész politikai problémát azzal, hogy importálsz technológiákat. Szerintem a baloldal alapvetően ezt csinálta. De nincsen mögötte összetartó erő, kötelék, hit, elkötelezettség, olyan, hogy mondjam így, ilyen premodern szenvedélyek, amelyek inkább egy, tehát, hogy hiszek abban, amit képviselünk, hogy tudok érte áldozatot hozni, hogy azt gondolom, hogy a közösségem jólétel összefügg a saját jólétemmel, stb. Az nincs, akkor a technológia import az nem vezet sehova. Te is a törzs főnök szemét hangsúlyoztad az előbbi válaszodban. Te mikor datálod azt, hogy Orbán Viktor személye jelentősebb kohéziós erővé vált a politikai jobb oldalon, mint a Fidesz maga? Nehéz kérdés, mert hogy a politika hullámzik. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy elértél egy pozíciót, és ez már megvan. Hanem ezért nap mint nap meg kell küzdeni. Ezért szerintem voltak nehezebb időszakok, és voltak könnyebb. Mikor volt az időszak szerinted? Hát az elmúlt 12 évből kell mondani ilyet, amit a saját emlékeim alapján vissza tudok idézni, akkor szerintem ez a 2014 ősze, a 3 győztes választás után, amikor jött a kitiltási botrány. Mert hogy az egy olyan helyzet volt, hogy végül is egy nagy hatalom műveleti területté próbálta alakítani az országot, és az volt a kérdés, hogy ellen tudunk-e ennek állni, és hogy mit lehet tenni ebben a helyzetben. Most műveleti területként hivatkozol, vagy műveleti akcióként hivatkozol arra, amikor ugye az Egyesült Államok az áfacsalások miatt több cégvezetőt, illetve állami hivatalnokot egyszerűen kitiltott az ország. Nézzük meg a Good Friend mozgását, meg a szerepvállalását, ezek a... Az egykori nagykövetéről beszélsz. Igen, ezek a konspirációs technikák ismertek, meg lehet látni, egyébként rá kell nézni Közép-Európára, hogy az, hogy nagyhatalmak beavatkoznak szuverén politikai testek életébe, ez nem egy életidegen feltételezés. Most csak, hogy akkor tisztán értsem az álláspontot, te azt mondod, hogy az abban az adminisztráció, abban az időszakban tudatos eszközökkel beavatkozott a magyar szuverenitásba? Hát szerintem ez történt. Tehát a kitiltási botrány az arra volt alkalmas, hogy összezavarja a vonalakat, és emlékeim szerint el kellett telni egy kis időnek, amíg maguk a Fidesz döntéshozók megértették, hogy mi a helyzet, mi a tét, és hogyan lehet ezzel szembe fellépni. És akkor is, bocsánat, csak egy, mert ennek van jelentősége, amit mondok, hogy az élet általában mindig megváltoztatja a dolgokat. 2015. januárjában történt a Charlie Hebdo merénylet, és az átírta az előjeleket. Tehát viszonyulni kellett ehhez a helyzethez, és akkor is, és mint ahogy most is, szerintem az Orbán vezette jobb oldal megtalálta a megfelelő viszonyulást. Orbán, amikor akkor azt mondta, hogy hát a terrorizmus kérdését összeköti az illegális migrációval, kevesen gondolták, hogy ezzel 2015 márciusában
2018-at is megnyeri. De hogy a politikában arra akarok kiukadni, hogy vannak olyan természeti törvények, hogy az élet mindig betör a dolgok rendes menetébe, és ki kell alakítani hozzá a viszonyunkat. Ez történt szerintem most is a háború kérdésével. És ez szerintem ezeket érzi Orbán, és amikor ilyen van, akkor egész egyszerűen a tekintélye kétségbe vonhatatlanná válik. Ugye Barack Obama elnöknek, akinek az adminisztrációját most beavatkozással vádoltad meg a 2011-es időszakra vonatkozóan, tehát ő neki az alelnöke, Joe Biden volt, aki jelenleg az Egyesült Államok elnöke. Számítasz most is hasonló típusú beavatkozásra, vagy tapasztaltál is akár már ilyesmit? Hát szerintem nemzetközi beavatkozási kísérletek történtek. Önmagában de kifejezetten a Biden adminisztráció részéről történt ilyesmi? Én azt gondolom, hogy ez a helyzet, ami van Európában, tehát a háború. Hogy itt van a szomszédunkban egy háború, és maga az a politika, ami ezzel kapcsolatban történik, ami körülveszi ezt a kérdést, és szerintem, hogy ne kibúvókat keresek, szerintem nem Magyarország a tét, hanem Európa. Mert hogy arról szól ez az egész történet az én értelmezésem, mert hogy folyamatos belerángatási kísérletek vannak. És ez nem csak Magyarországot érinti, hanem Európa más államait is. És azt gondolom, hogy ennek az egész fura helyzetnek a tétje az, hogy mi lesz Európával, és ez amerikai érdekek által is mozgatható történet. Ugye a Fidesz egy nagyon tudatos médiastratégiát vitt végig a kampány során, nevezetesen, hogy totálisan elzárkózott a tőle független médiumok próbálkozásaitól. Orbán Viktor évtized óta nem ad interjút, viták sem voltak igazából a jelöltek között. Itt az eredményt látva, ez igazából igazolta saját magát ez a típusú stratégia, hiszen látható, hogy azokban a körzetekben, ahol korábban hát billegést prognosztizáltak az elemzők, ha egyáltalán van értelme ennek a kategóriának, de hogy ott nagyon sok helyen akár masszív fideszes győzelem tudott bekövetkezni. Ebből szerinted mit érdemes a nem fideszes nyilvánosságnak levonni a tanulságként? Szerintem az állításnak két fele volt, ha jól értettem a kérdésedet, hogy van egy nem vitatkozó, nem adó, interjút nem adó jobb oldal, és hogy ebből következik, hogy a erős nagyvárosokban vagy a billegő körzetekben is győzött a Fidesz, vagy nem nyert a baloldal. Nem mondom, hogy feltétlenül van korreláció a kettő között, inkább csak egymás mellé tettem a két állítást. Hogy azt mondom, hogy szerintem nincs korreláció a kettő között. Még egyszer mondom, lehet, hogy unalmas a magyarázat, én két dimenziósnak látom a magyarázatot, és ebből lehet tanulni. Az egyik az, hogy ha az élet betör a dolgok menetébe, akkor ahhoz viszony kell kialakítani, és ez politikai tudást feltételez, a politikai tudás meg az emberekben van. Tehát betört a háború. Ez világos, de ki állítja el ezt a politikai tudást kifejezetten a Fidesz, mert kicsit erről beszél nekünk, kérlek, mert szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, ebben nem látunk bele. Csak és ez érdekel a legjobban engem, hogy kívülről úgy tűnik, hogy nem volt különösebben semmifajta innováció a Fidesz részéről. Azt nehéz innovációnak nevezni, amikor mondjuk bizonytalan háttérrel a Megafon különböző tartalmait most már egy milliárdos költéssel teleszórták a különböző social media felületeken, és nyilván nem is bír föltétlenül magyarázza erővel, bár azért fontos megemlíteni, hogy ez nyilván egy nagyon masszív előny volt. De emellett is nyilvánvalóan számos további eszközbe vetett még a Fidesz. Tehát mi volt szerinted az a megkülönböztetett kampánytechnikai, nem is feltétlenül újítás, hanem az eszköztárnak a permanens része, amit fontos tudatosítani magában a Fideszen kívüli világnak, hogy ez masszív előnyt biztosított a számotokra. Meglepő választ fogok mondani, mert úgy érzem, hogy kicsit, mintha elbeszélnénk egymás mellett, hogy technológiai kérdéseket firtaszt, én meg nem ott látom a lényeget. Az az előny, ami a Fidesz oldalán van, azt úgy hívják Orbán Viktor. Tehát, hogy te technológiai kérdéseket mondasz Megafontól, különböző csatornákon keresztül, hogy növelhető a zaj, hogy juttatható el az üzenet, de hát szerintem a legfontosabb üzenethordozó az a politikai személyiség. De hogy akkor mit az egyéni körzetekben is azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a jelöltnek magának jelentősége annyi volt, hogy ő hordozta azt a logót, amit Orbán Viktor azonosított a nyilvánosság. Van jelentősége az egyéni VK-kban a jelölteknek. Tehát, de ne bízzák el magukat. Hát én azt gondolom, hogy tehát abból a természeti törvényből, hogy a jobboldal politikai vezetője erősebb, mint a Fidesz, és a baloldali jelölt gyengébb, mint a baloldali összefogás, ebből következnek dolgok. Egyfelől az, hogy ebben a helyzetben Orbán Viktor felfelé húzta a jobboldalt, a Márki-Zay Péter pedig lefelé húzta a baloldalt. És ez a két hatás, ez felerősítette egymást. Szerintem, amit meg kell tanulni, vagy amiből tanulhat a baloldali ellenzék, az az, hogy a rossz jelöltek, azok le tudják vinni az esélyeket. Meggyőződésem, még egyelőre csak szubjektív kijelentéseket tudok tenni, de hogy a
Márki-Zay Péternek a veszőfutása, amit ebben a néhány hónapban láttunk, ez komoly százalékokat vitt el az esélyes baloldali jelöltektől is az egyéni vékákban. Talán nem lesz azért vita köztünk, hogy azért az utóbbi hetekben Orbán Viktornak egyfajta nemzetközi elszigeteltségben kellett lefolytatni a kampányát. Ugye a V4-ek lemondtak egy nagyon fontos csúcs találkozót Budapesten, vagy belemondtak, hogy először a csehek, a lengyelek, és akkor erre válaszol a magyar fél, és azt mondta, hogy akkor inkább az egészet offoljuk. Ugye Kijevben nem látogatott el Orbán Viktor, emiatt kapott számos kritikát nem csak Zelenszky elnöktől, másoktól is. Ugye Morawiecki elnök is ezt problematizálta, a lengyel elnök. Kaczynski is ugye felvetette azt, hogy itt elképzelhető, újra kell gondolni majd a viszony. Szerinted kitörhet-e Orbán Viktor a külpolitikai izoláltságából? Fog-e szerinted korrekciókat kialakítani a külpolitika most ebben a kérdésben? Hát ha a politikára úgy tekintünk, hogy mindig van nagyobb sapka, most itt a háború volt a nagyobb sapka, ami letakart mindent, a kampány összes kérdéseit is, szerintem a háború előbb-utóbb el fog múlni, és van olyan sapka, ami lehetővé teszi azt, hogy a szövetségi politikát tovább lehessen építeni Európában. Több ilyen sapka van. Szerintem a V4-be annyi energia, erőforrás lett téve az elmúlt három évtizedben, hogy mindig található olyan érdek, ami mentén a V4 megerősíthető. És van itt egy másik, amit hallottak is a nézők retorikai szinten, hogy amit a Fidesz képvisel, az a negyedik kétharmadhoz juttatta el Közép-Európában ezt a politikát, és ez a politika szerintem tud megtermékenyítő erejű lenni Európában. Én Európát egyébként úgy látom, hogy van egy elitvezérelt politika, meg van egy emberek felhatalmazásán alapuló politika, ez van konfliktusban, és az Orbán az emberek felhatalmazásán alapuló politikát képviseli, amiből származik egy csomó minden. A nemzeti elkötelezettség, a családtámogatási rendszer, Közép-Európa jelentősége, migráció ellenesség, és így tovább, és így tovább. És csak még egy fél mondatot, ha lehet, hogy a századvég nemrégiben közzétett egy kutatást az EU 28, illetve 27 országára nézve, amiből az jött ki, hogy azokban a kérdésekben, tartalmi kérdésekben, amit a magyar kormány képvisel, az európai választópolgárok döntő többsége egyetért a magyar kormánnyal. Tehát azt gondolom, Európában egy elit probléma van, és az elit problémát lehet szövetségi politikával kezelni. Értve mindezt, azért politikai értékítélet nélkül pusztán leíró jelleggel mondva, például mondjuk a lengyel-magyar törésvonalak abszolút érzékelhetőek. A te megítélésed szerint ezek reparálhatóak-e? Mondom még egyszer, az abszolút leíró jelleggel, azért az nyilvánvaló, hogy korábban nem kellett olyan típusú kritikákkal szembenézni Orbán Viktornak, ami mondom még egyszer, akár Morawiecki elnöktől, akár Kaczynszkitől érkezett, tehát hogy ilyen szempontból szerinted kell-e kifejezetten reparatív gesztusokat tennie majd a magyar külpolitikának? Én azt gondolom, hogy a magyar-lengyel viszony is egy értékes és védendő viszony, de itt egy más ügyről van szó. Nem azt gondolom, hogy magyar-lengyel konfliktusról van szó, hanem azt, amit a lengyelek akarnak, az alapvetően veszélyes Európa békéjére nézve is. Tehát ők a legharcosabban állnak ki tulajdonképpen amellett a nézet mellett, amellett a politika mellett, hogy valahogy bele kellene vonódni ebbe a konfliktusba. Azt gondolod, hogy ezen a Morawiecki elnöknek az álláspontja? Azt gondolom, hogy a Lengyelországnak és a balti államoknak leginkább ez az érzület politikája ebben a konfliktusban. Az orosz ellenesség, és hogy ebből adódóan, hát nézd meg, milyen kijelentéseket tesznek, milyen követelésekkel lépnek fel, vagy igényekkel lépnek fel a NATO-val szemben is. Tehát a légtérzár, a fegyverek küldése, a béke misszió, stb., amelyek mind arról szólnak, nem én mondom, nem a jobb oldal mondja, hanem mondjuk a NATO vezetője is mondja, hogy ez a harmadik világháború kockázatával jár. Szerintem amikor ez a kérdés, akkor nem az a legfontosabb viszonyrendszer, hogy most éppen a magyar-lengyel viszonyban van-e némi ború a felhő között. Szerintem a magyar-lengyel viszony reparálható, nem is 30 év van ebben, hanem nem tudom hány száz év, meg másfél évszázad legalább. De most a háború itt is egy csomó mindent felülír ebben a kérdésben, de én bízom abban egyébként, hogy a háború valamilyen módon előbb vagy utóbb muszáj, hogy rendeződjön, mert egyébként akkor a mi
kontunkra fog menni a játék, és ezt senki nem szeretné. Elemzői konszenzus van abban, hogy rendkívül komoly gazdasági kitettségek közepette kell majd kormányozni a következő Orbán kormánynak. Ugye itt legkésőbb őszre már kétszámjegyű inflációs emelkedést prognosztizálnak többen. A rezsicsökkentés fenntartása csak ebben az évben 2000 milliárd forintba kerülne. Ugye részben már Orbán Viktor maga is megengedőbb állásponton volt azzal kapcsolatban, hogy lehetnek-e korrekciók a rezsicsökkentést illetően. Dömötör Csaba államtitkár is tegnap már úgy nyilatkozott, hogy majd most kell igazából fölülvizsgálni bármilyen típusú megszorítás egyáltalán szükség lehet. Nehezen tűnik kivitelezhetőnek, hogy megúszza a következő Orbán kormány a megszorítások kérdését. Legyen bárhogyan is elnevezve majd ez az intézkedés együttes. A te megítélésed szerint mik lesznek azok a prioritások, amelyekben megpróbálhatja a gazdaságpolitikailag kimozogni ezt a hát rendkívül összetett válságot? Infláció, költségvetési hiány, elszálló energiárak és így tovább. Hát a helyzetértékeléssel egyetértek, hogy embert próbáló idők jönnek, és ez egy nagyon nehéz kormányzati kihívás lesz. Kicsit engem emlékeztet a 2010-es időkre, és akkor a kérdésedre adott választ is valahogy legalábbis irányait tekintve ott kell keresni. Én emlékszem arra, hogy amikor a multiadó mellett döntöttek, meg a bankok megadóztatása mellett, az például egy elv volt, hogy azok fizessenek, akik a válság előtti időszak nyertesei voltak, és ne a családok és azok az emberek, akik részt tudnak. Zárójában, akik aztán beépítették a különböző szolgáltatási díjakba, tehát végül lecsapódott a használat. Igen, de hogy akkor most mondok egy politikai érvet, én úgy fogom fel a választásokat, hogy most már ez a negyedik olyan megerősítés, ami lezárja azokat a vitákat, amelyek korábban fel vagy megosztották a közéletet, és hogy ezekre az ügyekre az emberek tulajdonképpen igent mondtak. Tehát azt, ahogy eddig az Orbán kormány belelépett ezekbe a helyzetekbe, arra azt mondták, hogy folytasd. És most az a kérdés, hogy hogy lehet folytatni, vagy mit lehet kezdeni. És azt gondolom, hogy piszok nehéz helyzet van nyilvánvalóan, mert ez nem egy magyar sajátosság, nem arról van szó, hogy Magyarországnak kell megküzdeni egyszerűen ezzel a helyzettel, hanem hát közhelyszerű, de meg kell nézni az energiaárakat Nyugat-Európában, meg kell nézni a nyugat-európai politikusok kijelentéseit. Ha megnézzük ezt a két tényezőt, ha jól értem a jobboldali döntéshozókat, ezt nem akarják. Tehát nem akarnak olyan kijelentéseket tenni, mint a nyugat-európai döntéshozók, tekerd le a gázt, vegyél fel még egy pulóvert, stb. És azt sem akarják, hogy elszabaduljanak az árak. És szerintem olyan nehéz helyzetben vannak, hogy olyan megoldásokat kell hozni, ami tudja tartani azt a politikát, amit eddig követtek. Én nem tudom, nem vagyok gazdaságpolitikus, hogy ez technológiailag mit fog jelenteni, de a kijelentéseket halljuk, és a politikában ebből indultunk ki a Márki-Zay esetében is, hogy a kijelentések azok megmaradnak, és azok számunk érhetők. De azt meg tudod erősíteni, hogy a Fideszen belül is zajlik egy gondolkodás arról, hogy a mostani megváltozott gazdaságpolitikai környezetben, vagy gazdasági környezetben pontosabban milyen típusú politikai korrekciókra lesz majd szükség? Hát nézd, én azt gondolom, hogy nyilván zajlik, mert szerintem észszerűtlen lenne feltételezni, hogy nem zajlik. De tudsz is róla konkrétan, hogy ez egy kiemelt téma? Nem tudok róla konkrétan, én azt gondolom, hogy a dolgoknak sorrendisége van a politikában, tehát először a kampány kellett letudni. Itt van a választási győzelem, tegnap a miniszterelnök bejelentette, hogy folytatódnak a napok, tehát ma a délben kormányülés lesz, és hogy fognak majd döntéseket hozni. Azt gondolom, hogy nem szabad előre szaladni ebben a kérdésben, de abban egyet tudok érteni, hogy ez egy minőségileg más helyzet, külpolitikailag, gazdaságpolitikailag, és valószínűleg új és innovatív lépésekre is szükség lesz. És akkor záró kérdés, szerintem mit jelent a negyedik kétharmad kifejezetten a fideszes tábor számára, illetve mit várhatunk az ötödik Orbán kormánytól? Kérdezem ezt azért is, mert én amikor a kampányban beszélgettem prominens fideszesekkel, akkor azért alapvetően az volt a félelmük, hogy el van kényelmesedve a tábor. Uh-huh. Most azért azt gondolom, hogy ilyen győzelem, hogyha eddig nem is volt elkényelmesedettség, azért az elkényelmesedettség érzetét megépítheti a táboron belül. Hát illetve van egy olyan helyzet is, hogyha most következik ténylegesen egy nagyon megnehezített gazdasági időszak, akkor most azt lehet mondani, hogy tényleg minden hatalom a Fideszé, ott van az alkotmányozó többsége, ráadásul tényleg több mandátummal, mint valaha. Tehát ilyen szempontból a felelősségét nem fogja tudni megosztani senki mással, neki kell viselnie minden következményét. Tehát még egyszer, hogyan foghatni a fideszes tábora, illetve mit várhatunk a következő 4 évtől? Kezdem magamról, vagy magammal, hogy a szakmám okán is én ezt egy hihetetlen politikai bravúrnak tartom a 4x2/3. Szóval ez tényleg az elképzelhetetlen kategóriája, és nehéz is közelíteni ehhez, hogy hogyan lehet elemzői eszközökkel megmagyarázni ezt.
És akkor én még megpróbálom racionalizálni. Most gondoljuk el, hogy egy érzelmi közösségben azt mondtam, hogy olyan, mint egy törzsszövetség a Fidesz, hogy jön a negyedik kétharmad, itt van megint kormányt alakíthat a jobb oldal, és elkezdődik a 13. egymás után következő év is. Én nem érzem az elkényelmesedést. Én inkább azt a kérdést érzem, és én ezzel a kérdéssel már találkoztam az elmúlt 12 évben is, hogy hát hogy lehet úgy nézni, hogy felemeljük a tekintetünket a horizont fölé. Tehát mi jön most? Mi fog következni? Mit tudunk csinálni? És bizonyos értelemben a Fidesznek a nehéz helyzet ellenére az a szerencséje, hogy ezt nem magának kell kitalálni ezt a kérdést, nem magának kell megújítani a küldetését, hogy politikai nyelven fogalmazzak, mert az élet idehozta a háborút és a következményeit. Tehát szakmai szemmel azt tudom mondani, hogy a Fidesz úgy tudja megújítani a küldetését, hogy az élet elé dobott egy válságot. És az a kérdés, hogy mit tud kezdeni ezzel a válsággal. Tehát nem elkényelmesedés, hanem azt gondolom, hogy mi a feladat. A választók, meg hogy most örülnek, szerintem az egy természetes dolog, hogy a miniszterelnök megkönnyebbült mondatait halljuk, ez is egy természetes dolog. Ez a politikában egyébként ezt szerintem a Fidesz megtanulta, a 2014-es példa is erről szólt, hogy a győzelem egy napig tart. Úgyhogy most a megkönnyebbült mondatoknak van a helye és ideje, de a helyzet sem teszi lehetővé, hogy bárki hátradőljön a fotelben. Fodor Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és köszönöm, hogy egy ilyen kimérítő este után bejöttél reggel a stúdióba. Örömmel. Hamarosan érkezik Csizmadia Ervin, a Méltányosság Elemző Intézetnek a vezető a stúdióba, akit nagyon régóta szerettünk volna már interjúra elkapni, ez most fog bekövetkezni. Előtte azonban nézzük meg röviden, hogy Márki-Zay Péter hogyan értékelte a vereségét. Nem akarom titkolni a csalódottságomat, a szomorúságomat. Soha nem gondoltuk volna, hogy ez lesz az eredmény. Ezen nincs mit szépíteni. Tudtuk előre, hogy ez egy rendkívül egyenlőtlen küzdelem lesz. Előre elmondtuk, igen, csaltak is, de előre elmondtuk azt, hogy onnantól kezdve, hogy nincs Magyarországon demokrácia, hogy átalakították a rendszert, a körzethatárokat, és hát valljuk be, hogy Hadházi Ákosnak volt leginkább igaza, amikor azt mondta, hogy amennyiben a tömegtájékoztatáson nem tudunk változtatni, amennyiben az emberek jelentős részét csak az agymosás, a propaganda éri el, akkor ezt a rendszert nehéz vagy lehetetlen lesz leváltani. Nem vitatjuk tehát azt, hogy a Fidesz ezt a választást megnyerte. Azt, hogy ez a választás demokratikus és szabad lett volna, azt természetesen továbbra is vitatjuk. Nyilvánvalóan egy egyenlőtlen és esélytelen küzdelem volt, mégis belevágtunk. A történelem tanúsága az, hogy nem csak Milosevic volt minden másnál népszerűbb, amikor éppen a NATO bombázta Jugoszláviát, Szerbiát, hanem valószínűleg Hitler is kétharmados többséget kapott volna az oroszok által immár körbekerített Berlinben 1945. áprilisában. Úgyhogy most mindenkinek azt kérem, hogy nyugodjunk meg, menjünk haza, szeressük egymást. Ezt kívánom mindegyiknek, és aludjuk ki magunkat. Egy józan döntést kell hoznunk ebben a helyzetben. Én nem csak itt maradok, de veletek vagyok, ki fogunk állni mindenki mellett a jövőben is. Folytatni fogjuk azt a küzdelmet, amit lelkiismeretünk és hazaszeretünk. Bárkit, akit üldözni fognak ebben az országban, mi kiállunk mellettük. Ott leszünk a hatalom sarkában. Jézus Krisztusnak még egy szavát hadd idézzem nektek. Bocsáss meg nekik, Uram, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Megköszönöm mindenkinek, aki részt vett a mai választáson szavazatával, aktivista munkájával, idejével, energiájával támogatta egy tisztességes, becsületes Magyarországot. És természetesen nagyon nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akiket nem tudtunk meggyőzni. És folytatjuk a stúdióban, itt ül már velem Csizmadia Ervin, politológus, a Méltányosság Központ igazgatója. Szervusz, köszönhetek a adásban. Egy picit beszéljünk arról, hogy mik azok a trendek, amelyeket igazából le kell számolnunk. Tehát amit 2022-es választások előtt ilyen magyarázó erejének tekintettünk arra vonatkozóan, hogy milyen típusú eredmények várhatóak, és amelyek most a 22-es eredményeket látva, hát elvesztették az érvényüket. Hát én azon a véleményen vagyok először is, hogy soha semmivel nem kell leszámolni. Tehát mondtad, hogy bizonyos trendekkel le kell számolni, mert ugyan ez egy fölcsúszamásszerű győzelme a Fidesznek, de
De soha nem jó az, hogyha mondjuk azok, akik veszítettek, akkor azok mondjuk például nulláról akarnak kezdeni. Soha nem jó az, hogyha a győztesek, akik viszont mindent vittek, akkor ők azt mondják, hogy akkor ettől kezdve megint valami teljesen új dolog jön. Hanem én mindig úgy szeretem a politikát nézni, hogy a folyamatában és a dinamikájában nézni a folyamatot. És például nekem feltűnt a következő, 2018-ban, azon a bizonyos választáson, amikor ugye az ellenzék veszített, és még nem volt egységes ellenzék, akkor például egy politológus kolléga, meg is nevezhetem, ha gondolod, azt írta, hogy ez tulajdonképpen az utolsó olyan választás volt, amit a Fidesz úgymond megnyert, de már nem fogja tudni konszolidálni. Ezt anyja sem mondta? 18-ban. Tehát bizonyos értelemben szerintem a mostani helyzetnek a közvetlen előzménye a 18-as választásból a levont következtetés, ami az ellenzék oldalán szerintem megvolt, tehát az, hogy itt tulajdonképpen van egy olyan trend, hogy a Fidesz kezd gyengülni, 18-ban már nem történik az, mint 14-ben, hogy tehát egy stabil, konszolidált kormányzás lesz, hanem tulajdonképpen elindul a rendszer eróziója. Tehát, hogy fel fog bomlani 18 és 22 között az Orbán rendszer. Szerintem ez az egyik legérdekesebb tanulság. Én ezt egyébként úgy interpretálom, hogy van ez a fogalom, bocsánat, nem akarok idegen szavakat nagyon használni, de mégis lehet a teleológia. Tehát, hogy tulajdonképpen van a dolgoknak egy kiszámítható logikája, és az be fog úgy is következni. Uh-huh. Tehát, hogy dekonszolidálódik a rendszer, felbomlik a rendszer, nekünk tulajdonképpen, ha van dolgunk, az mondjuk van dolgunk, mert ugye látjuk, hogy mi történt, a dolog az volt, hogy egységessé válik az ellenzék, és ez az egységessé váló ellenzék, ez beteljesíti ezt a 18-as jóslatot, hogy a rendszer szét fog morzsolódni. Ha valami, akkor szerintem ez megbukott mondjuk 22-ben, tehát nem jött be ez a teleológikus fanatizálás vagy elemzés. Mik a tanulságai a magyar politikai élet elmúlt 12 évének, és azzal, hogy Orbán most újabb 4 évig kormányozhat, ez mennyiben illeszkedik bele abban a mintázatban, amit te azért hosszan elemeztél a különböző munkáidban, nevezetesen itt, hogy az elmúlt 100 évben azért alapvetően mindig domináns vezetők körül kialakult hatalmi tömbök határozták meg egy-egy korszaknak a politikai alapdinamikáit. Most ennek vagyunk a szemtanúi, ez épül ki a szemük láttára? Hát ez bizonyos értelemben már ugye kiépült. Ha van valami tanulsága a dolognak, de tudom, hogy egy nappal a választás után pláne ellenzéki érzelmű szavazóknak ezt a tanulságot nem lehet levonniuk. Ez a tanulság pedig a következő. Nem ismerjük a magyar politikát. Nem ismerjük a magyar politikának ezt a 100 éves folyamatát, amit te is megemlítettél. Tehát voltak éppen szerintem nincs nekünk egy kellő önismeretünk abban a tekintetben, hogy Magyarországon, tulajdonképpen a modern Magyarországon 1867 után mindig létrejöttek Fideszek, én így szoktam ezt mondani, tehát mindig volt egy olyan párt, dualizmusban, Horthy rendszerben, Kádár rendszerben, amelyik leuralta a politikát. Most amíg ennek az okait nem kezdjük el vizsgálni, vagy nem kezdik el mondjuk az ellenzéki pártok vizsgálni, addig ezen valóban nem fognak tudni változtatni, és addig az alternatíva számukra az lesz, amit én már olvasok tegnap este óta, hogy vonuljunk ki a parlamentből, bojkottáljuk a parlamentet, hozzunk létre egy önálló magyar köztársaságot kvázi, szinte ide jut el a következtetés. Ugye tudjuk jól, hogy mennyire polarizált a magyar politika, és akkor ebből az ellenzék esetleg azt a következtetést vonja le, hogy akkor ezt még inkább fokozni kell a mi oldalunkról, tehát még inkább határolódjunk el ettől az egésztől, és még inkább vonuljunk ki ebből, mert nem tudjuk ugye úgymond normális eszközökkel legyőzni a Fideszt. Hát mert azért a történeti hagyomány sem ad igazából fokozkodót arra vonatkozóan, hogy egy-egy ilyen korszakot meg lehetett volna dönteni bármilyen formában is külső erők bevonása nélkül. Tehát itt az, hogy alapvetően ezek a rendszerek, amikre te utaltál, ezeket nem választásokon verték le az ellenfeleid. Hát volt egy választás, amin ugye leverték 1905-ben, de nem akarok ebbe belebonyolódni, mert nem biztos. Hát ha van tanulság, akkor bonyolódj bele. Hát a tanulság az, hogy 1905-ben ugye választásokon megbuktatták az addig 30 éve kormányzó pártot.
A dolog pikantériája, hogy a Szabad Elvű Pártnak hívták, amelyik 30 évet kormányzott, viszont ugye az uralkodó nem engedte kormányra kerülni azt az ellenzéket, egyébként egy sokpárti ellenzék volt, amelyik megnyerte a 905-ös választást, jött egy másfél éves, iszonyatosan nagy belső alkotmányos válság, aztán 1906-ban ez az ellenzék kormányra került, és 3 évet bírt ki kormányon. Aztán jött vissza megint az eredeti csapat. Ez is egyébként egy nagyon érdekes tanulság, és engem például nagyon érdekelt ezelőtt a tegnapi választás előtt, hogyha mondjuk az ellenzék győz, akkor vajon mennyi időt tudna a kormányzásban eltölteni? Nagyon kevés példánk van arra ugyanis a magyar történelemben, hogy ilyen bekövetkezett volna, ez az eset mutatja, akkor 3 évet bírtak ki, de hát ez az eredmény ugye azt mutatja, hogy ettől nagyon messzire voltunk tegnap. Igazából itt szerintem tényleg a társadalom ismeret kérdése fog majd szerintem előtérbe kerülni. Tehát két opció van, vagy a bojkott, a kivonulás, a párhuzamos állam létrehozása, az alternatív Magyarország létrehozása odáig menően, hogy akár térben is különüljünk el azoktól az emberektől, akik jobboldaliak. Ugye ezt mondom, a tegnap este óta tulajdonképpen ilyen jelzéseket látok, ilyen bejegyzéseket látok, hogy ez a megoldás. Ha nem ezt a megoldást akarja az ellenzéki többség, mondjuk, akkor pedig el kell kezdeni egy másfajta percepcióját a magyar politikának, és meg kell érteni azt, hogy Magyarországot még a közvetlen szomszédokkal való összehasonlításban sem tudjuk megérteni. Szoktak ilyen érvek elhangzani, hogy nézzük meg a szlovákokat, nézzük meg a cseheket, hát ott azért nincsenek ilyenek, mint... Ez is történeti okokkal magyarázható, azt hiszem. Tehát mi egy nagyon-nagyon furcsa egy népség vagyunk, azt kell mondjam, ilyen szempontból. Tehát ilyet nem tudunk felmutatni, és sajnos, vagy nem sajnos, azt kell mondjam, hogy még az elmúlt 100 évnél is régebbre nyúlnak vissza ennek a dolognak az okai. És akkor ez már például oda vezet, hogy mi hogy vagyunk jelen Európában. Hogy viszonyulunk a külvilághoz. Mindig nagyon terhelt és nagyon mélyreható probléma volt, és mindig zavarok voltak ebben a tekintetben. De most amíg ezt a hagyományt nem értjük, addig szerintem nem sok esélye van, hogy ezt meghaladjuk. Politika történeti korszak-e már az Orbán rendszer? És ha igen, akkor mi a korszak kezdete? A 90-es rendszerváltás, a 98-as első kormányra kerülés, vagy éppen ellenkezve a 2010-es alkotmányozó többséggel történő hatalomát? Hát tulajdonképpen semmiképpen nem a 98. A 98 az még akár egy véletlennek is tekinthető igazából, és még szerintem nem is a 2010-es, hanem a 2014, de inkább a 18. Ugye te is említetted ezt a fogalmat. Bocsáss meg, igazából az rajzolódik ki, hogy ez mi csak most kezdődik. A dominancia kezdődik akkor, ugye te is említetted ezt a fogalmat, mi szoktuk használni ezt a cégünknél, amikor ugye 3 egymást követő választást megnyer egy párt. Tehát 10-ben hol beszélhettünk erről? 10-ben azt láttuk, hogy akkor győz a Fidesz, és akkor nem tudhattuk, hogy mi lesz 14-ben. De 14-ben is győztek, 18-ban is most is. Tehát most már kijelenthető, hogy ez egy Orbán rendszernek nevezhető dolog, és ez ebben a tekintetben tehát felzárkózik a régebbi rendszerekhez, amelyek évtizedekig tartottak. Az ilyen rendszereknek a problémája a következő véleményem szerint. A problémája az, hogy akik ennek az elszenvedői, mondjuk így a másik oldalon, azok úgy érzik, hogy az ő bennük rejlő képességeket, kreativitásokat nem tudják egy ilyen rendszerben kiélni. Ez fölvet szerintem egy rendkívül fontos problémát, ami a 21. századnak az óriási kihívása. Hogy a hatalmon lévők, pláne egy ilyen hatalom esetében, amelyik ennyire leuralja a politikát, tudnak-e valamit, hogy mondjam, kínálni? Vagy más szóval az ellenzék ki tud-e vívni valami olyan, hogy mondjam, pozíciót magának, amikor a két oldal igenis ilyen körülmények között is megtanulja a tisztességes egymás mellett élést. Szerintem ez a kihívás előttünk van, semmit nem tudunk arról, hogy e tekintetben a Fidesz mondjuk ebben az új ciklusban, ami most kezdődik, mit fog tudni felkínálni. Én a tegnapi beszédre hagyatkozva azt láttam, hogy nem sokat akar felkínálni ahhoz képest. Hát valószínűleg ez változás, igen. Ez megalapozottan feltételezhető. És úgy látom, hogy az ellenzék magatartása is nagyon hasonló lesz, tehát bojkott, amiről már beszéltünk, stb. Vagy erőteljesen
erősebb kivonulás a rendszerből. Ugye ezzel viszont semmivel nem fogunk közelebb jutni egy rendezett Magyarország létrehozásához. A kispártnak milyen lehetősége vannak egy ilyen rendszerben? Kérdezem ezt azért is, mert ugye a Mi Hazánknak a parlamentbe kerülése az egy jelentős politikai teljesítménynek tekinthető. Azzal együtt, hogy azért az igazi nagy komoly áttörése az úgynevezett nemzeti radikalizmusnak 2010-ben volt, amikor két számjegyű eredményt tudtak elérni, és az volt egy igazán komoly áttörés, tehát ahhoz képest valószínűleg ez egy moderáltabb siker, de közben mégiscsak egy jelentős siker, hogy ebben a választási rendszerben ilyen körülmények között mégiscsak tudtak hát egy meggyőző parlamenti bejutási küszöbből átugrást teljesíteni. Ebből akár következete az is, hogy mondjuk kinőnek alternatívaként. Ja, említettem ezt, hogy szerintem Magyarország egy egyedi példa, és szerintem ebben a tekintetben is egyedi. Tehát megjelennek új pártok a magyar politikában, de ezekből valamiképpen nem lesznek olyan pártok, mint Nyugat-Európában. Tele van Nyugat-Európa új pártokkal. Tele van Nyugat-Európa a mainstream pártoktól megkülönböztethető politikusokkal. Hát Márki-Zay Péter maga is egy ilyen politikus volt, de én azt látom, és ennek a kutyapárt szerintem egy jó példája, hogy ezek az új pártok valahogy nem feltétlen tudják befutni azt az utat, amit Nyugat-Európában mondjuk a kalózpártok, mondjuk a cseh kormánypárt ugye befutott. De ez a választójogi rendszer sajátossága, vagy vannak szociokulturális okai is? Szociokulturális okok döntően. Tehát én ismerve azoknak a kollégáknak a működését, akik döntően a választójogra vezetik vissza, ez szociokulturális. Mondom az példát erre, és ez a Jobbik a példa. Ugye a Jobbiknak a felfutását azt voltaképpen az okozta, amit te is említettél, a nemzeti radikális pozíció. Tehát a Jobbik azzal érte el a népszerűségét, hogy mondjam, vidéken ugye úgy lépett fel, ahogy fellépett, a külföldi újságok címlapjai kerültek a jobbikos politikusok 2000-es évek, 2010-es évek eleje, és miután feladta ezt a radikális pozícióját, és bizonyos értelemben belesimult a mostani ellenzéki szövetségbe, attól kezdődően ugye megnyíltak a lehetőségek a Mi Hazánk előtt, hogy valahogy fölépítse magát, és azt a pozíciót vigye tovább, amit a Jobbik eredetileg akart. Tehát én ezt a két pártot ilyen értelemben az eredeti Jobbikból vezetem le. Van az eredeti Jobbiknak egy kiábrándult közönsége, aki nem találta meg a Jobbik nyugatosságában, a mostani nyugatosságban azt, amit ő eredetileg gondolt volna. És ha már ezt említettem, akkor szerintem ez egy nagyon fontos kérdés lesz, a nyugatosság kérdése a jövőben. Beszéljünk egy kicsit a társadalom polarizáltságának a kérdéséről. Honnan ered az, hogy Magyarországon nem politikai ellenfélnek, nem ellenségnek tekintik egymást a versengő felek? Ez mennyire egyébként vág egybe a különböző nyugat-európai mintázatokkal, euróatlanti mintázatokkal? Tehát ez egy világjelenség, vagy azért van ennek megkülönböztetetten magyar sajátos jegye is? Hát van, amiben hasonló, mint a világjelenség, ugye a trumpizmus tudnám itt megemlíteni. Valamiben viszont megint csak azt mondom, hogy magyar. És valami olyasmire gondolok, hogy az 1990-ben létrejövő magyar demokrácia, hát az nagyon sok társadalmi réteg számára nem váltotta be azokat a reményeket, amelyeket hozzáfűztek. Tehát én ezt az egész polarizálódást, a liberális demokráciával kapcsolatos kételyek felbukkanását, egyáltalán liberalizmus és demokrácia szövetségének a megbomlását, azt tulajdonképpen a rendszerváltás fél sikeréből, de inkább kudarcából vezetném le. Tehát itt Magyarországon tulajdonképpen az történt, hogy amiről azt hittük, hogy szövetségesek, szervesen összetartoznak, liberalizmus és demokrácia. Ez a két fogalom, ez a 90-es évek közepétől, második felétől már egymással szemben álló fogalmak, és a polarizációnak szerintem ez a mélyebb magyarázat. Nem az a magyarázat, az csak egy következmény, hogy gyűlölködés, következmény, hogy elkülönülés, hogy kirekesztés, meg minden. A mélyebb dolog, amit szerintem nekünk a politológiában is értelmeznünk kell, hogy miért nem sikerült fenntartani liberalizmus és demokrácia egységét. Miért jött létre Magyarországon egy illiberálisnak nevezhető modell, ugye? Ez megint csak ugye nincs az összes posztkommunista országban, hanem lényegében csak nálunk alakult ki. Megint ez is egy egyedi dolog. Tehát valami módon azon kell gondolkodni, hogy például a kokáért miért érzik azt mondjuk jobboldali emberek, hogy a liberális demokrácia az ő életük szempontjából az egy kedvezőtlen dolog volt. Miért alakult ki az,
hogy az SZDSZ-szel szemben, például amelyik a liberális pólusnak a főképviselője volt, olyan ellenérzések alakultak ki, mint amilyenek. Miért van az, hogy Magyarországon azóta sem tud egy liberális párt megjelenni? Tehát szerintem itt is egy csomó olyan kérdést kellene újra gondolni, ami nincs rendesen meggondolva azóta sem, mert én nem tudom megmondani a mai ellenzéki politikában, hogy például ez a liberális ideológia, vagy ez a liberális pólus egyáltalán valaki által van-e képviselve. És azt tudom neked mondani, hogy a hatpárti szövetség létrejötte egyfelől szervezetileg, az egy nagyon fontos dolog volt az ellenzék számára, csak éppenséggel ide... Kulturálisan nem sikerült? Kulturálisan és ideológiailag sem sikerült. Tehát voltak éppen nem tudom megmondani, hogy ez a hatpárti szövetség karakterében baloldali volt, jobboldali volt, mindenoldali volt, egyáltalán érdekelte-e őket, hogy pozícionálják magukat ideológiailag, és a válaszom az, hogy nekem úgy tűnik, hogy nem, hanem az volt tényleg az egyetlen minimális cél, hogy Orbánt söpörjük el. A 2018-as, amivel kezdtük a beszélgetést, a 2018-as választásokból levont következtetéssel, tehát hogy úgyis szétmorzsolódik a rendszer, nem kell nekünk foglalkozni ideológiával, abban lehet, hogy úgyse tudunk egyetérteni. Elsöpörjük az első embert, és utána majd esetleg valamikor elkezdhetünk hónapokkal később azzal foglalkozni, hogy akkor kik is vagyunk. Tehát identitás kérdés. És azért is tartom ezt fontosnak, mert a világon mindenütt mindenki arról beszél, hogy identitáspolitika van. Hogy az identitáspolitika előtérbe kerül. Milyen identitása volt a magyar ellenzéknek, mint összellenzéknek? Hát akkor erre hadd térjek rá, mert ez egy fontos kérdés, hogy akkor az identitás elemek kapcsán beszéljünk kicsit az Európai Unióhoz való viszony kérdéséről. Ugye az ellenzék kifejezetten igyekezett magát úgy bemutatni, mint aki pro-Európa párti, a nyugathoz való tartozás elkötelezett híve, és ezzel szemben ugye Orbán Viktor alapvetően továbbra is Brüsszellel próbált hadakozni, itt a győzelmi beszédében is arról beszélt, hogy nem csak a Holdról, hanem Brüsszelből mindenképpen látható ez a választási eredmény. Nyilván történetileg mást is mást jelentett a különböző politikai tömbök számára az Európához való tartozás kérdése, de mégis mik a legfontosabb mintázatok, amiket érdemes lenne megismernünk, hogy megértessük a mostani kormánypárt, illetve a mostani ellenzék álláspontját? Hát én talán azt mondanám, hogy amit te pro-európainak neveztél, azt én inkább úgy mondom, hogy egy minimalista ellenzéki politikát láttam én a külpolitika tekintetében. Tehát ha most ugye abból indulunk ki, hogy Magyarországon hogy a Fidesz lényegében talán két kivétellel minden vidéki egyéni körzetet megnyert, akkor az első kérdés szerintem úgy merül föl a külpolitika tekintetében, hogy van-e a külpolitikának geográfiája. Azaz Budapesten kívül az ellenzék például el tudja-e fogadtatni, meg tudja-e ismertetni mondjuk a nyugatos álláspontját. Egyáltalán érdekli-e az? Tudom, hogy nagyon nehéz elmagyarázni vidéki embereknek, akik nincsenek benne abban a légkörben, ami mondjuk egy Budapesten élő ember számára természetes. Tehát itt látok egy problémát. Ez, már hogy a vidékiekhez ez a dolog nem jut el. Nekik ezt nem lehet evidenciaként bemutatni, hogy mi nyugatosak vagyunk, és akkor ti is legyetek nyugatosak, stb. Tehát itt valami pluszra lett volna szükség, ezt a pluszt ugye az ellenzék nem tudta felmutatni, és szerintem azért nem tudta felmutatni, és ez a komolyabb ok, mert úgy gondolja, hogy ez egy evidencia. Ezzel nekünk nem kell foglalkozni, erről nem kell beszélni. És ez egy ugye háborús helyzetben pedig különösen fontos, ugye, amikor az emberek érzelmi, hogy mondjam, reakciói erősebbé válnak, hogy azt meg tudni értetni, hogy most akkor egy ilyen szituációban mit jelent az, hogy mi Nyugat-Európához tartozunk, vagy az Európai Unióhoz tartozunk. Hogy az Európai Unió az nem egy független, kívülálló valami, hanem annak mi a részei vagyunk. Ez egy olyan, hogy mondjam, olyan kihívás, ami az elmúlt 12 évben semmit nem jutott ehhez az ellenzék közelebb, azt mondom. Tehát, hogy ezt a vidéki Magyarországot ilyen szempontból maga mellé állítsa. Az identitás kérdések mesdjén tovább haladva, azért ez egy fontos kérdés még, hogy itt a közép-európai identitásnak egy nagyon meghatározó eleme a, hát nem azt mondom, hogy ruszofóbia, de legalábbis egy kritikus álláspont Oroszországgal szemben. És itt azért a politikai jobboldal az elmúlt hetekben, hónapokban egy igen komoly manővert hajtott végre, amelyben például igen komoly törésvonalakat alakított ki
a V4-ekkel, és azon belül is egyébként a történetileg is nagyon fontos szövetséges Lengyelországgal. A te megítélésed szerint ki tudja majd mozogni ezt Orbán Viktor a következő időszakban, vagy ez olyan új típusú törésvonal, amelyre hosszabb távon kell benne ez a törésvonal, amit említesz, ez megint csak abból fakadóan jött létre, hogy Magyarország egy teljesen egyedi példa Kelet-Közép-Európában is. Ha már beszéltünk a magyar történelemről, politika történetről, akkor hadd mondjak neked egy olyan példát, ami akár erre is választathat, amit te kérdezel. Apponyi Albertnek van egy írása. Apponyi Albert egy elég jelentős magyar politikus volt, és 1915-ben írt egy tanulmányt, az a címe, hogy a magyar állam elhelyezkedése a nemzetközi politikában. Megtalálható az interneten is, buzdítom a nézőket, hogy személyesen olvassák ezt el. És ebben azt írja, hogy Magyarország nyugatos ország, ám a történelmünk során előállhattak és előállhatnak olyan helyzetek, hogyha a nyugat felől olyan manővereket érzékel, ami a nemzeti szuverenitást veszélyezteti, akkor Magyarország keleti fordulatot vehet. Ez engem, amikor először olvastam, rendkívüli mértékben elgondolkodtatott, és állandóan eszembe jut, amikor az Orbán kormány politikáját figyelem. Tehát én nem mondom azt, hogy a mai jobboldal az eredendően Európa ellenes. Én ilyen megfogalmazást túlzásnak tartok. Én azt mondom, hogy nekik van egy Európa képük, viszont hogyha ezt az Európa képet, ami talán arra mondjuk azt jelenti, hogy Európa ne akarjon túlzottan beleavatkozni a mi életünkbe, és hogyha ezt úgy érzik, hogy Európa felől túlzott beavatkozás van. Hangsúlyozom, ez egy percepció, ez egy érzés, ez nem egy objektíve leírható dolog, akkor előjön ez a Apponyi Albert által is leírt jelenség. És ez pedig engem arra figyelmeztet, megint csak, amiről beszéltünk, hogy a magyar politikának hosszú mintázatai vannak. Tehát nem Orbán Viktorral kezdődik a magyar politika történet, hanem a magyar politikának ezek a trendjei ott vannak, és nagyon mélyen be vannak épülve a jobb oldal gondolkodásába, oly mértékben akár felülírhatják az általad említett russzofóbiát például, meg azt, hogy nekünk azért van egy antikommunista, meg a jobb oldalnak egy antikommunista identitása, ugye 90 óta, és stb. És akkor most mindannyian meg vagyunk hökkenve és döbbenve az, hogy most akkor mi történt. Hát az történik, hogy a nemzeti szuverenitás ír felül mindent. A nemzeti szuverenitás. És ha ők úgy érzik, hogy ezt a nyugatról fenyegetik, tovább megyek, hogyha ez Putyin szempontjából, vagy a Putyin viszonyban nincs ilyen fenyegetés, hanem majdnem az, hogy a Putyinék is végül is védik a szuverenitást, meg nem tudom micsoda, meg védik a Európától magukat, meg ugye sérelmeik vannak, hogy Európa őket nem veszi komolyan, nem veszi igazán emberszámba, stb. Tehát ebben látom a dolgot, és ez felülír minden olyasmit, amit elvárnánk, hogy egy ilyen szituációban akkor természetesen nyugati orientáció legyen. Történeti inspirációkról beszéltünk, mi az, amivel, mit javasol igazából az ellenzék számára? Mik azok a jobboldali, illetve baloldali történeti példák ilyen típusú politikai vereség esetén, amelyeket érdemes lenne tanulmányozniuk? Nem feltétlenül azért, mert egy az egyben adaptálhatóak, de legalábbis inspirálhatóak lehetek intellektuálisan. Hát, figyelj, most olyat fogok mondani, amit úgyse fognak megvalósítani. A Fidesz példájára szeretném őket utalni, amikor hogyha azt akar, hogy milyen, érdemes megnézni azt, hogy hogyan emelkedett fel a Fidesz, és hogyan vált olyanná, amilyen ma. A Fidesznek szerintem az előnye az volt, vagy ami kiemelte őt, hogy komolyan vette az ellenfelét, az MSZP-t annak idején. Ne felejtsük el, hogy a 90-es években 54%-a volt az MSZP-nek, a Fidesz pedig éppen, hogy parlamenti küszöb fölötti párt volt. Mit kezdett el csinálni? Nem azt mondta, hogy kivonulunk a parlamentből, bojkottáljuk, nem tudom, mit csinálunk. Szidalmazta az MSZP-t, hogy 54%, meg nem tudom, de elkezdte tanulmányozni az MSZP mintáját. Mitől lett az MSZP nagy párt? Hogyan csinálta meg az MSZP azt, hogy a vidéket tulajdonképpen akkor az MSZP uralta? Elkezdte tanulmányozni az MSZP mintáját. A mai ellenzékben én azt látom, hogy kizárólag a teljes és totális elhatárolódásban van, és nem figyel oda arra, hogy vannak itt átvehető, megtanulható dolgok. Tehát, és a legfontosabb dolog, hogy az ellenzéknek nincs vidéki beágyazottsága. Tehát a Fidesz megtanulta az MSZP leckéjét, az ellenzék nem tanulta meg a Fidesz leckéjét. Ilyen hangulatban nem fogják megtanulni. Rövid távon biztosan nem fogják megtanulni. Ez az első tanácsom, ha már tanácsot kértél. A második tanácsom pedig, hogy valamit kezdenünk kell a magyar politika történettel. Műsorok, viták,
beszélgetések, olvasások, egyáltalán komolyan vétele annak, hogy nekünk van egy tradíciónk, amit meg kell érteni, föl kell dolgozni ahhoz, hogy ezt az egész helyzetet kimozdítsuk. Én azt látom, hogy a jelencentrikusság annyira leuralta a gondolkodásunkat. Az egyik napról a másikra való dolog. Történik valami tegnap, kiszorítja a tegnap előtti eseményt. Tehát tulajdonképpen a perspektívákat időben is újra kell gondolni. Ahhoz, hogy jövőbeli perspektívák legyenek, szerintem ahhoz múltbeli perspektívákat kell nyitni. Csak a záró kérdéskör, számos politika-elméleti mű született az elmúlt években, amely az Orbán rendszer természetét próbálta megfejteni, leírni. Rendszertipológiai szempontból szerinted melyik megfejtés kíván újragondolást a tegnapi eredmények függvényében, és melyik az, amely a leginkább megerősítést nyert a tegnapi eredmények függvényében? Hát a hibrid rendszer fogalmát én nem tartottam a magam részéről megfelelő leírásnak korábban sem. A vezér. Miért? Azért, mert nincsen benne az a számomra fontos történeti dimenzió, ami kellene ehhez. Tehát rögzít a hibrid rendszer egy jelenbeli, egy állapotot rögzít, és nem tudja elmondani az állapot kialakulásához vezető folyamatot. Tehát elég dinamikus magyarázat? Hát persze, hát szerintem a politológia egy dinamikus tudomány kellene, hogy legyen. Tehát az, hogy valamit, hogy megállapítunk, az nem elég. Továbbá a politológiának szerintem egy kölcsönhatásokat vizsgáló tudománynak kell lennie. A Fidesz nem önmagától lett olyan, amilyen, hanem a többi szereplővel való kölcsönhatásában. Úgy is mondhatnám ezt, hogy miféle magyar demokrácia az, amelyik megengedte például, hogy egy ilyen rendszer kialakuljon. A többi szereplőnek itt ebben nincsen szerepe? Hát nyilvánvaló, akkor itt nekünk arról is kell tudni valamit mondani, hogy miért nem volt elég erős, ellenálló képes a magyar demokrácia, hogy ezt az átalakulást ugye kialakítsa, vagy megalapozza. Pontosabban, hogy ne engedje meg, hogy kijavítsam magamat. És talán mondjuk a Körösényiék által említett vezérdemokráciát látom a leginkább alkalmasnak a folyamat leírására. Tudom, hogy ezt nagyon sokan azért vetik el, mert hogy ez már nem demokrácia, hanem valami más. Én azt gondolom, hogy a jobb oldal számára ez biztosan demokrácia továbbra is, az említett okból, tehát hogy az ő percepciójukban, az ő érzékelésükben a liberális demokrácia nem volt demokrácia. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a liberális demokráciában ők nem tudtak élni. Végül is a kérdés szerintem az együtt élés problémájához vezet el bennünket, hogy hogyan tudunk élni egymás mellett. Akkor, hogyha nagyon különböző dolgokat gondolunk magáról a demokrácia funkciójáról, hogy az most népuralom-e, vagy a kisebbségek védelme-e, vagy a sajtószabadság, vagy a szólásszabadság. Itt egy csomó megvitatatlan, kibeszéletlen kérdés van bennünk az elmúlt 30 évben. Én úgy látom, túlságosan elringattuk magunkat abban az álomban, hogy 1990-ben ráléptünk a jó útra, használtam ezt a kifejezést, hogy teleológia korábban, tehát, hogy van nekünk egy demokratikus utazásunk, aminek az elején ott állnak az intézmények szépen megszilárdulnak, felzárkózunk hozzájuk mi emberek, demokratikus magatartásúak leszünk, és akkor gyönyörű szépen megy a dolog az idők végezetéig. Ennek szerintem sajnos kevés valóság alapja van ennek a dolognak, és csak egyet említek még, ha van annyi időm. Ez pedig az, hogy például demokráciához demokratikus állampolgárok is kellenének. Hol tudta ezt megalapozni a magyar oktatási rendszer? A magyar, hogy mondjam, nevelés ügy, ha ennek a szónak van értelme. Nyugat-Európa demokráciái nem csak azért jöttek létre, mert ott fejlettebb volt a gazdasági rendszer, hanem azért jött létre, mert tudatosan befektettek a demokráciára, nevelésbe. Magyarországon én nem nagyon látom 90 óta, hogy ebben a tekintetben megfelelő lépések történtek volna, és például az ellenzéknél sem érzékeltem ezt, hogy ezt hogy képzelik el ennek a változtatását. Tehát magyarán a véletlenre lett bízva az, hogy állampolgári oldalról legyen egy fundamentuma ennek az egésznek. Van még egy ilyen politikatudományi, politika-elméleti vita, amiben kíváncsi lennék a véleményedre kifejezetten a mostani választási eredményt vizsgálva, nevezetesen, hogy itt a
személyek karizmája, a karizmatikus személyiségek politika alakító ereje, vagy inkább az intézmények beágyazottsága és dinamikája azok, amelyek alapvetően eldöntenek egy ilyen választást. A te megítélésed szerint itt mennyiben magyarázható Márki-Zay Péter, illetve Orbán Viktor karizmájával, vagy karizmájának a hiányával, és mennyiben a meglévő intézményi környezet, hogy mondjam én, összefüggéseivel mindaz, amit láthatunk a tegnapi este folyamán? Nézd, egészen biztos az, hogy itt is különbség van a két tábor között. Tehát a baloldali és a liberális tábor az intézményekben hisz, vagy hinne, és tulajdonképpen az elmúlt 30 évben végig óckodott a személyiségektől. Tehát azt kell mondom neked, hogy tulajdonképpen Márki-Zay sem egy személyiség a szónak abban az értelmében, hogy ő megfelelő vezetői talentummal rendelkezne-e. A másik oldalon pedig mondjuk amióta a Fidesz átment a jobb oldalra, azóta ugye ott van végig az, hogy ő a személyi karizmájával vezeti a jobb oldalt. Majdnem azt mondom egyébként neked, hogy azért ennek vannak hagyományai az európai kultúrában is. Tehát azért azt mondhatom, hogy általában a jobb oldalon, mondjuk gondoljunk Helmut Kohlra például, meg még néhány személyiséget föl lehet említeni, akik azért a személyiségük révén értek el eredményeket. A bal oldalon, a liberális oldalon pedig nyilván amiatt is, ugye, hogy volt a két háború között jó néhány diktatúra, amelyeket a személyiségek túlzott szerepéből vezetnek le, tehát ők ezt kerülni akarják. Mondjuk visszaemlékszem például olyasmire, hogy az MSZP-n belül mennyi vita folyt arról, hogy az MSZP-t hogy lehetne talpra állítani, és mindig előjött az is, hogy esetleg kéne valami olyan pártelnök, aki viszi a dolgot, és mindig megbuktatták azokat a politikusokat, akik ilyen szerepre törtek volna. Tehát itt igazából, ha tetszik, ez is egy tovább gondolandó, elgondolandó kérdés az ellenzéken belül. Én úgy látom, és a politika tudománynak az az álláspontja, hogy egyre több kutatás folyik most arról, hogy a vezetők szerepe demokráciákban. Tehát nem lehet megkerülni valószínűleg ezt a kérdést. A magyar ellenzék ettől tartózkodik, tehát Márki-Zay Pétert mindennek el lehet mondani, de annak nem, hogy ő vezetője volt az ellenzéknek a szónak abban az értelmében, hogy tényleg egy első személyiség lenne. Ő inkább magát képviselte bizonyos értelemben, mert ahhoz, hogy valaki vezető legyen, ahhoz a már említett ideológia kellene, egy tisztázottság, egy identitás, mit akarunk, akkor tudok vezető lenni, ha én tudom azt, hogy én egy olyan tábort vezetek, akik tisztázták egymás között, hogy milyen értékeket vallanak. Itt ez az értéktisztázás tulajdonképpen nem történt meg. A jobb oldalon meg evidenciának tekintik, hogy Orbán Viktor kifejezi a jobb oldal értékrendszerét. Tehát ott meg egy ilyen másfajta probléma van, de ő nekik ez a természetes. Csizmadi Ervin, hát rendkívül izgalmas volt téged hallgatni. Külön köszönöm, hogy a választás másnapjának reggelén ebben a rendkívül, hát kevéssé, hogy mondjam, üdvös helyzetben is képes voltál, és elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk, és a nézők számára mindezt megosztottad. Gyere majd máskor is. Én nagyon köszönöm, hogy meghívtál, és élni fogok vele. Köszönjük szépen, minden jót neked. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a választás másnapjának reggelén az adásunk, amint vége van az adásnak visszanézhetőek a korábbi interjúk, vendégeim voltak Ruf Bálint, illetve Lakner Zoltán, itt volt velem Orosz Anna, aki frissen nyert mandátumot, Pető Péter, illetve Kernel Zsolt is a 24.hu-tól, illetve G. Fodor Gábor is tiszteletét tette a stúdióban, és vele is elemeztük a fideszes győzelem okait, legutóbb pedig most Csizmadi Ervinnel a történeti okokra próbáltunk megkitérni. Este 6 órától élő interjút ad itt a Partizán stúdiójában Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök jelöltje. Ez lesz az első nagy átfogó interjú, és 6 órától kapcsolatok ide, hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy hogyan értelmezi a vereség okait. Egyébként a héten végig minden este 6 órakor várunk benneteket élő adásokkal. Számos vendéget próbálunk megnyerni annak érdekében, hogy minél több oldalról meg tudjuk világítani azt, hogy pontosan mi zajlott le most vasárnap az országban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márta voltam Budapestről. Szép napot kívánok, hamarosan találkozunk. Addig is, ciao.